Latching your babes to your breast. Szevasz, Ginger, szép estét! Sok mindent megcsinálok. Nagyon sok mindent megcsinálok Vaskóval, szerintem. Meg ez nekem nem egy ilyen nagyon rohanós játék. Tehát ez biztos, hogy nem egy rohanós típus. Hát vagy a Minecraft, ugye igen, Petya, köszönjük szépen a hozzászólást. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A Witcher 3 Hearts of Stone végigjátszásának első része helyett a második, illetve harmadik részében. Hello, hello! És üdv mindenkinek. Mi újság a gyerkőcökkel? Na, magánsztorival, jó van. Helyes, köszi szépen, Kiri Zebra, köszi. Nem ez nekem szívügyem a Witcher, de tényleg. Tehát... Igazából ezt az intrót is végignéztük már 4-5-ször biztosan, ha nem 6-szor, de egyszer nem bírom elnyomni, mert valahogy... Igen, a következő részében, hogy ezt kellett volna használni. De egyszerűen nem bírom elnyomni, mert... Hát, hogy őszinte legyek, tényleg mélységes, nagy tiszteletet érzek a játékkal szemben. Ezt tudom, hogy furcsán hangzik. Egyszer beszélgettem valakivel, akinek mondtam, hogy nekem vannak olyan játékaim, amik életre szóló élményt nyújtottak számomra, és nagyon furcsa volt az illetőnek. Nem, láttam, hogy nem igazán érti a dolgot, de biztos vagyok benne, hogy aki játszott már jó számítógépes játékokkal, az tudja nagyon jó, hogy miről beszélek. Stum, meg köszönöm szépen nagyon a negyedik hónapot. A ló nehéz, a csikólát, a szubommal megzavarom a tanórát. Jézus ereje, köszönöm szépen nagyon. Buktázzuk meg gyorsan. Köszönöm szépen még egyszer a támogatást. Hát ez csoda lény. Egy igazi galaktikus hérosz. Nagyon szépen köszönöm. Hát ugye most körülbelül a hatódjára, hetedjére megtudhattuk azt, hogy vajon a Witcherekkel mi újság, hogy hogyan vannak, miként működnek, és mi a megítélésük itt társadalmi jelleggel. Hát nem csak te, Name Error. Nem csak te. Tehát igazából, hogyha jelmezbál lenne, én nagyon szívesen öltöznék Geraltnak. Erre még így nem gondoltam, de Batmannek is igazából. Viszont a mai nap folyamán egyetlen egy szomorúságom van, srácok, ezt meg kell, hogy osszam veletek. Egyetlen egy szomorúság, ami fölüti a fejét hamarosan, perceken belül, hogy úgy mondjam. Kettő darab banános gumicukrom van már csak. És ez probléma. Határozottan probléma. Miss Daisy, köszönöm szépen nagyon a második hónapod. Szép estét, jó kardozás, köszönöm szépen, nem csak kardozás, verekszés és lőcsforgatás, már hogy elnézést így a kisebbektől, de hát ők már ilyenkor alszanak, ugye? Persze. Na, oké. Nagyon szépen köszönöm, áldjon meg téged a bozsoki szüzanya és kezit csókolom, köszönöm szépen nagyon. És hallgassátok ezt a zenét. Hát istenem, kell ennél több. Kell egyszerűen ennél több. Nem, dehogy nem. Most kezdődött. Na, oké. Nem. Csak elmerültem a zenében, mert imádom a zenéjét. Most játszottam egy játékkal, amiről írtátok, hogy ugyanaz készítette a muzsikát, mint a Witcher 3-nál. Nem tudom, hogy ki volt az, tehát hogy ki írta. Na. Ne. Csúnyákat kell választani, portyázol, a szépeket mindig lenyúlják. Ezt a nagy Feró mondta, és én hittem neki. De komolyan. Tehát tényleg, ezt a nagy Feró mondta, úgyhogy hidd el nekem, hogy van már
elképesztő méretű bölcsesség és idő meg tapasztalat a háta mögött, úgyhogy ő ezt tudja. Ő ezt tudja. Na, azt mondja, ki mint veti, úgy aratja. Na, azt mondja, hogy találkozni kell Olgierd emberével az alkímia fogadóban. Itt nem teheted ezt. Hát de miért nem tehetem ezt? De én ezt akarom tenni, akkor miért ne tegyem ezt? Ha be kellene öltözni valakinek, akkor Heath Ledger Jokerének bőrébe bújnál? Hát az se rossz. Az se rossz egy választás. Csak az a baj, hogy a Joker az egy kicsikét elcsépelt így már ilyen szempontból. Tehát annyi helyen találkozol vele, meg annyi helyen előjött, főleg most ugye. Tehát... És ezzel együtt azért azt is el kell mondani, hogy ez a Joaquin Phoenix féle Joker, ez nekem az egyik kedvencem volt. Ha nem láttátok, nézzétek meg, de villám gyorsan, mert hát az is egy nagyon jó élmény. Az biztos. Ginger, miért rúgtad szét a széket? Kiszaggatja. Jó. Azt a leborult szivar végét. Hát veszedelmes dolog a fogorvos. Nekem volt olyan fogorvos ismerősöm, aki hát adott érzéstelenítőt, de olyan volt, mintha nem adott volna. Aztán most van egy olyan, aki egyrészt jól megcsinálja a dolgokat, hogyha kell valamiféle beavatkozás, lekopogom, 4 éve nem kellett semmi. Vagy talán van az 5 is, hála az égnek. De akkor viszont nem érzek semmit, úgyhogy hála az égnek. Na most mi van, haló? Hol állunk itt a világtérképen? Itt kérem alássa, itt van egy utazási pont, úgyhogy ezt fogjuk itt igazából elérni. Most majd mindjárt. Na, lovacskám, gyere, menjél! Rajtad a holnap hőse, hát suttyannyál befelé. Na, szálljál már le. Na lássuk akkor, hova kellene menni. Mert aztán pusztába partizánkodhatunk, de sok értelme nincsen. Az Oxenfurt kikötőbe kéne menni. A jó öreg Oxenfurti kikötő. Most a kedvenc részed? Ajaj. Ajaj. Az az arc, az a... Kriegezme, ugye? Kriegezme. Az azért sokat elárul. Nekem húztak csontot, pótoltak, és nem éreztem semmit. Te sürgősen nézesd meg magadat. Hát hogy lehet? Hogy lehet így? Úristen, hát erre kell nekünk ide jönni, hogy valaki így harákol meg minden. Nem éreztem semmit, meg nem is emlékszem rá. Ja. Szerintem nagyon sokan élnének a lehetősége, hogyha lenne olyan fogorvos, hogy álomban hagyja végre a műtétet. Illetve a beavatkozást. Hangerő arányok milyenek amúgy, srácok? Azt így... Jó lesz ez így? Jó lesz ez így. He downs half the barrel in one draft. Geralt! Öreg cimborám, gyere ide, huppanj ide! Vágj a testem mellé, gyere, na! Van olyan csak jó pénz? Tényleg van, Ginger? Hát szerintem sokan élnének a lehetőséggel. Futásnál néha megint látszik a... Igen? Hát pedig 60 FPS fixen. Na várjatok, most itt szituáció van, haló. Mindenki megállt egy pillanatra, megállt az idő. Szerintem az a csóka, aki tudjátok, ő állította meg az időt. Ez boszorkányság, ez mágia. Ez, ezek a... Hát akik... Hát persze, hogy ő. Time's a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. Fontos összetevője mézes kalásnak. Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Hát ha nekem lenne ilyen képességem. Ajaj. Micsoda lehetőségeket vett föl ez a képesség. Azért belegondoltatok? Ha meg lehetne így állítani az időt, ti mit csinálnátok? Azért volnának itt páran, akik bankot rabolnak abban a pillanatban, ez szinte majdnem, hogy biztos. So, to what do I owe the pleasure? I wanted to congratulate you.
You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Én tudom, hogy mit csinálnék. Beköszönt a nyári szünet első napja, és így megállítom. Érted? És ott marad, kész. És egy évet pihennék. Sőt, mondok nektek valamit. 0-tól 24 óráig tartó adás lenne. Mert ti azt gondolnátok, hogy 0-tól 24 óráig tart, és akkor csak így megállítom, hopp. Alszok egy 10 órát, fölkészülök az egész hónapra, érted, hogy mit fogok streamelni, mindent beállítok, mindent megcsinálok. Az overlay váltás az ennyi lenne, semmit nem éreznétek belőle, ennyi, kész. Ha kiolvasod a révai nagy lexikont, nem marad benne be betű, ahogy a nagymamám szokta volt mondani, szegényke Isten nyugasztalja. Bankrablás az csak a kezdet. Ajaj, hát én nagyon mocskos dolgokat csinálnék, az biztos. De hát nem akarok tippeket meg ötleteket adni. That was the last time you interrupted me while I was talking to someone. Édes Istenem! What the devil? Ez mondjuk nem volt kellemes. Ez mondjuk nagyon nem volt kellemes. Hát fúj! Ahogy szokták volt mondani, fúj! Gyors vagyok, rém gyors. Uralom az időt. I'm a witcher. Superhuman quickness. Just one of my many qualities. You toss this fly in my soup? No. Now listen carefully. Tell your Ataman to come to the Temple of Lilvani. It's south of here. Entrance is inside a cave. What's the commotion? Lilvani's temple. Az egy Máté Péter óta, nem? Gadget. Meg a mit tudom én, a könnyet felszárítani. Your friend, the medic. Arra gondolsz, ugye? Biztos. Ask that you look in on her. Thanks. Gabi, áruld már el nekem, hogy ezt te hogy csinálod. De tényleg, tehát 25-27 órából álló napot hogy tudsz te produkálni? Mert hogyha igen, ez is ez neked működik, és bevált, akkor azonnali jelleggel fedd föl a titkot. Hogy hogyan lehet, mert akkor 3 órával tovább tudok aludni, és ez nekem nagyon sokat jelentenám, bizony. Azért vannak a jó. Hát tudtam én. Hát, aj, ott hány ilyet játszottam még abban az időszakban, amikor lakodalmakba ment a helye húja, meg a dinomdánom, meg a zakatolás, meg a elképesztő húzagolás, és mindenféle ilyen dolgok. Ajaj. Hát igazából most, hogyha visszacsinálhatnám, srácok, akkor én nem mentem volna el így a lagzikba zenélni. Tuti fix, hogy streameltem volna már akkor. Na, azt mondja, hogy elvileg megérkeztünk, ugye? Itt fönt lesz Shani. Hello? Shani. Hello, hello. Oh, Geralt. Itt vagyok, bizony. Emlékeztek, hogy az előtti alkalommal micsoda lőcsölés volt a végén? Márhogy... This? Oh, no. Na, szóval, hogy romantika volt. Romantika. What? When? Where to? Milyen délcegen álló romantika volt. Shani engem végigmér. Szerelmem már az égig ér. Ugye? Ahogy szól a népi rigmus. So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows. Így már értem. De nem csúszol el? Ha mindig összeadódik, érted, és akkor nem fordul át a dolog? Olgierd von Everek többször is találkozott az öreggel? Jaj, fontos információ, srácok. Basszus. Ugye megnézzük, hogy mit mond a néni, jó? Aztán utána mondom, csak ne felejtsem el. De őrületesen fontos információ. Ugyanis belevágok valamibe, ami nektek jó lesz. Legalábbis ebbe bízom. Na figyeljetek! Lényeg a lényeg, hogy ma fölvettem a kapcsolatot azzal, aki az emotikonokat készíti, és bele fogok vágni abba, hogy megújítjuk az összeset, hogy tetszen nektek. Mert örülnék nagyon, hogyha tetszene nektek, és használnátok őket. Szépen lassan, fokozatosan,
meg fogom csináltatni az összes emotikont. Egy-kettőt fogunk megtartani, ami nagyon a szívünkhöz nőtt, például a csierőt, csak lehet, hogy más formába. Viszont teljesen egyedi lesz, új lesz, és egy tematikára fog épülni természetesen, az pedig ugye ez a... Hát igazából... Az a miért. Guards have never stopped me, you know that. Hát mi nagyon szépen köszönöm a kedvességedet. Hát igyekszik az ember, ugye, látod, már itt tartunk, hogy már egy streamre kiöltözök, basszus. Hát ez, hát mit lehet még tenni, de tényleg. Na, azt mondja, hogy kövess Sanit az akadémiára. Hát én követem én bárhova. So how are things at the academy these days? You mean since ebben a gyönyörű naplementében ketten kocogva, a végén megállva, elbújva egy rózsa bokorban, tapasztalva, nincsen rózsa tövis nélkül, egymás húsába vágunk, mint a vércsék, őrületes szerelmünk kibontakozóban vala, és beindul az elszeveszett düsseldorfi dugattyúzás, vagy valami hasonló, én ebben reménykedek. Shave bácsi, the snake, szevasz. Imádom a nevedet, komolyan. Egyszer imádom a nevedet. Na, megérkeztünk? Még nem? Nem, még nem. Na, beenged neki a bácsik. Ez a két alabárdos, ez... Jaj, hát ezeknek láttam már én a fejét. A baloldali az nagyon-nagyon ismerős, az egy másik karakternek az arca. Christopherus, köszönöm szépen a második hónapot. Hát üdvözlet az úrnak, és hát... Hello, hello, és... Uram, nagyon szépen köszönöm. Köszi a támogatást. Hát hamarosan lila nyakkendős leszel. Köszönöm, Sér bácsi. Figyelj, nem tudom, mi történik itt ma. Srácok, bocsánat, álljunk meg egy szóra, de most tényleg. Mindjárt. Úgy áramlik a szeretet, hogy komolyan mondom, hogy ez alatt a fél óra alatt, hát lassan körben nyalogattuk egymást már. Nem kis túlzással. Szép estét neked is. I'll go in, then help you sneak in around the back. Aha. How? Hajaj. Don't know, but I'll figure something out. Lehet, hogy Sanni ki fogja nekünk nyitni a back door-t. Agreed. All right, let me in. Ne, ez nem is én mondtam ezt a poént. Bocsi, ez nem én mondtam ezt a poént, ezt mondatták velem. Ezt valaki mondatta velem, bocsánat. Édes Istenem, bocsánat, elnézést kérek, ezt tényleg nem én gondoltam így. Jó, azt mondja, hogy elvileg ott kéne bemenni. Ja, jó. Loli volt, igen, itt sugdos a fülembe, és mond ilyen pajzán dolgokat. Na mindegy, szóval, hogy így... Most biztos kuncognak a lányok így magukba. Igen, Sledex. Igen, sajnos így alakult. Azt kellene meg sasingolni, hogy vajon a bejutás mennyire lesz egyszerű. Na mindegy. Majd... Ajaj, na mindegy, hagyjuk ezt, talán most már így engedjük el. Ajaj, na. De jó, hát hogyha ez itt nem nyílik, akkor... Hát hol kéne bemenni? Most itt engem nem engednek be. Akkor várjátok, egy nagy kerülővel oldjuk meg ezt a helyzetet? Vagy, de tényleg, hát honnan? Hát az már nem kuncogás, az már göndörkacaj körülbelül. De mit csináljak? Onnan lentről próbálkozzak? Vagy honnan menjek most? Tényleg nézd meg, elvileg azt mutatja, hogy itt keresztül lehet menni, de amúgy meg nem lehet keresztül menni. Akkor mit csináljak? Most könyörgöm, tehát hogy mi ússzak, vagy mi? Hát nézzek, ez itt egy ajtó, ezen nem lett keresztül, mert itt állnak az őrök. Akkor mit se, itt körbe menjek? Vagy ezt így hogy kéne kivitelezni? Hát gyermekeim az úrba, hát szituációs gyakorlat van, hát valamit mondjatok. De meg gondolkodjak? Hát nem szoktam. Gondolkodni nem szoktam. Azt nem. Nem érzem szükség. Várjál.
azok ott hajócskák? Ha én itt lemegyek. Levinhov, minden megy. Minden megy általában. Általában PUBG, single player játékok és Just Chatting. Tehát most így igazából ráhibáztál bizonyos szempontból. Sőt, holnap reggel 9 óra 30-tól kezdődik a beszélgetés műsor. A folyó parti oldalára a háznak. Hűha. Na várjál, lehet, hogy innen kéne ezt megpróbálni? Vagy... Figyeljetek, én lemegyek ide. Keresztül megyek egy sónakkal. Assistant show-nak. Figyeljetek, elkötöm ezt. Nem kell ez most itt senkinek. Hát mi történt? Maximum visszahozom. És ez nem? Nem. Opa! Na hát azért így még nem szálltam be csónakba, azt kell, hogy mondjam. És... Kérdésem volna, ezt el lehet indítani? Hát persze. Ragadjuk meg a kormányrudat. És már megyünk is. Szevasz, Shadow Cat! Le kell mászni, és ugrani kell egy kicsit. Én sokkal elegánsabban oldom meg ezt a kérdést, ne haragudj. Sőt, mondok nektek még valamit. Ezekkel a folytó lidércekkel el fogok bánni. Méghozzá erőnek erejével, de szálljál már ki onnan. Geralt, ne hülyéskedjünk, jó? Ne hülyéskedjünk, szálljunk ki abba a csónakból. Most itt csinálod itt a fesztivált. Ajaj. Na. Ja, gyerekek, hát... Várjál. A Windows átállította az egér gombot már megint jobbról balra, vagy balról jobbra, bocsánat. Na. Hát ez így érdekes lesz. Jó, mindegy, nem baj. Hát egy kis szörnyállal legyünk már gazdagabbak, ugye? Na és akkor hol van itt a backdoor? Hát itt elvileg itt kéne lennie, nem? Itt benne a susnyásba. Hát gyerekek, ez így nem jó. Hát na. Hát ez így... Na. Hát itt kérem szépen árulás történt. Nézd meg, szegény keszeg meg megérkezett. Gyere, téged is elviszünk hajóba. De figyeljetek, szerintem ez így nem jó. Tehát így, én így rossz helyen érkeztem meg, ugye? Hát, hogy megfeneklett ez a hajócska itt? Vagy máshol kéne bejutni? Na figyeljetek, akkor megnézem. Megpróbálom máshonnan. Mondjuk, ha itt bemennék, az mennyire jó ötlet. Szállják ki onnan? Úgy ne bizony. Nézve, és ez meg nem működik itt. Hát most akkor mit évő legyek? Hát honnan jussak én be? Most így körbe mehetek, de lehet, hogy hülyeség. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy mit tegyünk, amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Hát itt néha szokott lenni amúgy Shadow-ket. De nyilván ez addig fog tartani, amíg a DLC-ket is szanaszéjjel nem játsszuk. Erőből, düböl, fentről kell. A nappal lenne jobban látnám? Ja, hát ez arról nem volt szó, hogy még itt ilyesmiről is szó van, de tudod mi? Hát azon nem újjék. Hát az egyik kedvenc, Dágzsor. Az egyik kedvenc. Nekem ez nagyon... Hát szívügyem, úgy mondjam. Ha a backdoor nem jó, előről kell támadni. Jogos a felvetés. Szevasz, Lákőr is. Hogy hol tart a dolog? Hát ott tart, hogy az alapjátékot már... Hát nem tudom már mikor, de nagyon régen ezt végig sikerült vinni. És... hát most meg a Hearts of Stone-nal fogunk ma végezni. Utána pedig majd elkezdjük ugye a másik kiegészítőt. Az pedig len a Blood and Wine. Majd valamikor. Nyilván nem ezután egyből. Na
Figyeljetek, megnézzük nappal akkor, hogy hogyan működhetne ez a dolog. Valahol itt jöttünk le, ugye? Aha. Igazából ez egy olyan játék szerintem, ami nem fog az idő vasfoga. Az anyádat. Mi volt a másikon? Ja, ez. Jaj! Na, így most már teljesen oké. Na, elviekben valahol, amit mondtatok, az hol is van? Hol kellene ez? A ház tetején? Vagy merre is? Itt vagyunk a háznál. És akkor itt? Itt lehet? Vagy... Hát nem lehet bemenni. Én ezzel abszolút egyetértek, Sév bácsi. Meg emlékszem, amikor nagy videókártyatesztelésekben vannak emberek, illetve voltak még régebben, akkor folyamatosan a Witcher 3-at is azért... Mint benchmark. Nem. Fentről kell a ház másik oldala... Másik oldala persze a nappal lenne, jobban látnád, de nem látom. Még mindig nem látom. Nincs gomba Witcher érzékekhez? Hát lehet, hogy az volt a másik oldalon. Na tessék, rá mondom, Tura is itt izé nyomta. Hát ez fura, hogy nincsen izé. Várjál, azt mondja, hogy... Mindjárt megnézzük. Hát miért ne lenne? Várjál, hol volt a Witcher érzékek? Witcher érzékek. Ó, basszus, akkor szerintem ez volt az. Aha. Jó, legyen akkor az R. Ja nem. Nem ez a támadás típus. Akkor ez lesz az R. Ó, az anyádat. Bocsi. Oké, Witcher érzékek. Az pedig len lesz a... Az lesz ez. Állítás ellen támadás. Az lesz. Mi az, hogy most nem teheted ezt? Hát akkor mikor tehetem ezt? Hát. Na, úgyni. Úgy. Na, azt mondja, hogy hol van itt akkor ez a... Hol lehet behatolni, srácok? Nem, én nem használtam ehhez modot. Meg, hogy őszinte legyek, nem is igazán érzem szükségességét, ugyanis szép ez úgy, ahogy van, és nem szeretném meggyalázni. Ide nem lehet felugrani? Nem lehet. Oké. Hát, hol van? Sziklára. És onnan tovább. Aha. Hát egyelőre én itt nem látok ilyesmit. Gyanítom, hogy nem itt, mert itt ugye az őrök vannak. Ez oké. Akkor elképzelhető, hogy talán erre lenne. Vagy itt bent. Ezt még nem sasoltam itt meg. Nézzük akkor. Ez nem lehet fölmászni. Nem. Az őrök azok itt túl közel vannak, úgyhogy gyanítom, hogy kijebb kell keresgélnem. Ugye nem kell leugranom, vagy ilyesmi. Pedig itt kéne, hogy legyen. Így van. Túléltük a hétvégét, újra itt jó játékot. Egészségedre, Lengyi Mester, köszi szépen, hogy itt vagy. Figyeljetek, nem tudom, tehát... Ide fölugrani? Nem lehet fölugrani. Jó, akkor...
Nem tudom, Witcher érzékekkel megyek valamire? Nem hiszem. Minden oldalról nézd meg. De Shave bácsi, figyelj, itt bent vagy kívül? Az itten a kérdés. Hát az lehet Christopherus, igen. Mivel a nyilacska lefelé mutat, tuti lent van. Aha. Esetleg a földön lenne valami, amit nézni kell? Nem, gyanítom, hogy nem. Nem. Ezek ugye nem akarnak beengedni minket. Az ugye kristálytiszta. Hát nézem én a földet is, meg minden, de szerintem nem. Hát ugye háztetőn, vagy föl lehet itt mászni, vagy valami ilyesmi, nem. Vagy itt lenne valami? Ez olyan kis indokolatlan ez a rész. Jó, kijutottam innen. Lent kéne. Ugorjak le. Hát leugrok. Na várjatok, ott még van egy kincs is. Hát azt gyorsan megnézzük. Ahol az őrök vannak, hát oda minek mennék vissza? Hát oda minek mennék vissza? Úgy se engednek be. Én azt gyanítom. Oxonom, szevasz, szép estét. Nem, én most már itt körbe megyek, ezt megnézem. Hát esetleg itt lapul valami, amit nem sikerül észrevételezni. Hoppa, hoppa, hoppa. Itt kellett várni. Ah, lelógatta a kötélzetét a néni. Where'd you get the rope? Azaz. Long story. But we've done well. Professor Shakeslock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. Nem tudom, mi a tosz lehet a vertikál színkel, de... I'll be at home. Packing will take some time. De be van lőve, tehát... All right. Are you here? Seeing you. No. Igen. Hát megnézem most már, hogyha ezt így szemrevételeztétek. 60 FPS-re van izé. Ráadásul a V-Sync is be van izé küldve. Hát legyen így akkor. Lehet, hogy most jobb lesz. Sőt, szerintem valószínű. Na. Let's dance. Na gyere. Kardot elő kéne venni, nem? Ajaj. Ajaj, várj, hogy ez nyilazik, basszus. Jó, oké. Életbe maradtunk, hála az égnek. Nagyszerű. Oké. Na, most azért figyeljétek akkor most már, hogyha már ezt így... a screen tearinget itt kifogásoltátok, akkor figyeljétek ám most, hogy ez... most rendben van-e. Jó, ez a buzogány, ez nem kell nekünk, ez teljes mértékben felesleges. Most jó? Ugye? Mondom, én megoldok mindent. Csak idő kell hozzá, ugye? Azt mondja, hogy elvileg jó helyen járunk, és ez lesz az. Aha. Hát az előbb is ugye nagy keresgélésekben voltunk, hogy
hogy vajon hol juthatnánk be, hát most ugye megint ebbe a szituációba kerültünk, valahol föl kéne mászni, és Geralt ugye azt említette itt az előbb, hogy egy ablakot kéne keresgélni, az pedig lenne erre lesz. Szevasztok srácok mindenkinek, üdvözlet a most érkezőknek, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, nagyon jól esik a szívemnek, úgyhogy köszönöm, köszönöm még egyszer, ne essél neked, bazd meg! Jaj. Nem így volt ez betervezve. Jugi. Na majd most. Aha, itt lesz szerintem a kis ablakocska, ahol be tudunk majd osonni. Fosszuk ki? Nem fosszuk ki. És akkor oda, hogyha átugrok, az jó lehet? Hopp! Hát nem biztos, hogy ez így jó. Lórika, köszönöm szépen nagyon, hát üdvözöllek téged itt nagy szeretettel. Újabb eminens tanulót avatunk, srácok, hát táncoljuk körbe. Táncoljuk körbe, mert megérdemli. Hát mentesül a felelés alól legalább egy másfél hétig. Hát illetve a következő hónapig szinte biztosan. Köszönöm szépen nagyon még egyszer. Köszi, és buktázzuk meg serényen a legényt, vagy leányt? Szerintem legényt. Ha ide mondjuk felugrok, akkor az még lehet, hogy jó lehet. Hogyha itt mennék keresztül, az is jó. Srácok, meg kéne javítanom lassan a cuccaimat. Legalábbis olybá tűnik nekem a helyzet. Úgyhogy keresünk majd egy mesterkovácsot, aki majd el tudja végezni ezt a dicső feladatot. Hát a gyógyítás, mint lehetőség, az igazából a meditáció során az bekövetkezett. Tehát szerintem nagyon nem kell aggódni. Emiatt sem. Nagyon, erre nem lehet elmenni, vagy túlságosan tovább mentem. Hol van itt egy ablak? Hát ugye, hogyha Geralt ablakot emlegetett... Hoppá! Hát de... Mit a te csinálsz? Hát... Ha ablakot emlegetett, akkor kell, hogy legyen ablak. Ő ezt érzi. A Witcher érzékei azt súgják neki. Most nem azért mondom, de itt nem lehet például bemenni. Hát ez a Szentlélek se tartja ezt. Jaj, bocsánat. Aha! Tudtam én. De be lehet, Lakör. Így van, pontosan. Na. Oké. Azt hiszem, hogy bejutottunk oda, ahova be kell. Igen. Az élet olyan, mint egy jó motor. Ha nem megy, be kell rúgni. Legalábbis... Én láttam egy ilyen bögrét, de én vitába tudnék szállni ezzel a felvetéssel, mert gyerekek nagyon-nagyon rossz konfliktus kezelési mechanizmusokra val, hogyha valaki bánatát italba folytja. Aja Sidán, jó estét kívánok, szevasz! Professor Shakeslock. Who the blazes? How do you get it? Get out! I know nothing. Don't whisper away. Tényleg ti erről mit gondoltok amúgy? Erről a felvetésemről, amit itt egy kicsi elpoénkodtam, de attól függetlenül meg így gondolom. Én nem is skippelném. A démon küldött, ebben biztos vagyok. Miféle démon? What demon? Feigned ignorance. Please. You know. Gaunter old dim. A megtestesült gonosz. Ő lenne az. But he is why I'm here. Aha. I'm a witcher. Nem hiszünk rövide. Az oké. Yeah. Hát azért... Could be. Nem tudom, én nem tudnám magam úgy elképzelni, hogy napi három sört, vagy akár egy sört ledöntsek. Én tudom, ez fura, de nem tudom, hát szelet csinál meg minden... Nem rám val. Hát beszélnünk kell, hát... Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows our need and fear.
I'm hardly a post-conjunction creature. Nem vagyok együttállás szürke lény. Azért két olyan játék van. Na jó, három. három olyan játék van, aminek a lórja engem egyszer megszédít, és a szívem facsarodik el, amikor előkerül a szó róluk. Az egyik a Skyrim, az Elder Scrolls játékok, ez kicsit egy tulajdonképpen. És hát ugye a Witcher. Where at last I hit upon the mysterious entity's trail. Igen, a csávó vak, meglehetősen vak, legalábbis úgy tűnik, hogy vak. Many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gondor. Tükörmester vagy üveges néven ismerjük, így van pontosan. Or the man of glass. In deciphering the ancient scrawlings, I went blind. A Fallout nem érintett annyira meg. Az is jó, félreértés ne essék, de thrives on pacts above all else. There's nagyon seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. Aha. Igen, hát és ugye nekünk is van egy paktumunk vele, tehát elképzelhető ám, hogy az öreg Witchernek beférkőztek a tudatába. Brilliant deduction. A rituálé miatt kell, Christopherus. Hát ne viccezzél már velem. Minden egyes pentagramnak a csúcsán kell, hogy legyen egy gyertya. Különben nem működik a rituálé. Én is, amikor véráldozatot követek el itt általában szombat délutánonként a kis stúdióban, akkor mindig rakok gyertyát. Allgeard wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Hát ez meglehetősen. Egy kóborból szorkány, és ki lenne az a kóborból szorkány, és reméljük fiatal. Vérel szignált paktum és a szolgáltatás ára. Aha. Aha, hát ez nem éppen biztató arra nézve, hogy mi is kötöttünk vele egy szerződést. Legyen ez. Why was Allgeard out to get rid of Odim? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. Igen, mondtam én is a páromnak, hogy hamarosan ugye decemberbe jön majd, december közepe vége felé jön a Witcher sorozat, és azt mi nézni fogjuk, tehát olyan nincsen, hogy nem, tehát az mindenképpen, mert különben, ha nem nézem, akkor nem tudom, hogy mi a bánatnak van ez a két fagolyó itt, ugyebár. Muszáj. És remélem, hogy ti is nézni fogjátok, és tudunk róla majd beszélgetni. Már mondjuk, szerintem szeretitek ti is a Witchert, úgyhogy fixen nézni fogjátok. Most jött ki amúgy egy hír azzal kapcsolatban, hogy most már lehet kb. Tudni, hogy miről fog szólni az első évad, mert már a címek megvannak úgy kb. Igyekszem, Midlight, igyekszem. Challenge him to such a duel. He'll agree. And can be beaten. But remember, there is only ever one stake. Na tessék, hát Christopherus, hát vessé be mindent, hajrá! Ki kell maxolni a vállalkozást, ezt teljes mértékben ki kell maxolni, mindent a csúcsra kell járatni, érted? Csúcsra. Szevasz, Loli, szép estét! Hogyha nem tudod nézni, Petya? Hát a Netflixben pont az a szép, hogy akkor nézed, amikor akarod. Very good. Ah, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. Ajaj. Hát igen, Netflixen lehet nézni, ha jól tudom, meg jól vagyok értesülve ezzel kapcsolatban. Hoppá! Hát nem kitörte a nyakát? Figyeljetek, ez nem lehetséges, hogy a tükrösnek a műve. Már nem azért.
Ajaj, szegény. És nézd meg, ilyen buborcsékok áramolnak ki a testéből. Ha már így alakult, ugyebár akkor hát miért ne? Jó, én eloltsam a gyertyákat? Nem oltom el, hát most... Jó az úgy. Hát igen, direkt halt meg. De hát akkor már csak kifosztjuk, nem? Vagy? Hát nem leszünk ilyen izéganék. Nagyon fontos és hasznos információkkal szolgált a bácsi, úgyhogy nem fogjuk bántani. Bár mondjuk neki már ilyenkor úgyis mindegy. De miért, hogyha eloltam a gyertyát, lesz valami? Mindent mi mozdíthatunk. Azaz. Szépek vagytok, nézd meg. A hullarabló formátokat, hát komolyan mondom, hát nincsen bennetek semmiféle tisztesség. Hát legyen már, csak egy pici. Hát legalább. A csumafejes, nézd meg. Mi van, Krisztoferusz? Dróton csal a Petro? Mi a baj? Ez milyen nyelv? Ez valami slang vagy? Nem tudom. Na figyelj, lehet, hogy a másik hajóba kellett volna beszállni, nem? Na. A gyermekeim az úrban, mivel nincsen szél, vagy micsoda? Hülyéskedünk itt, hát... Ez a hajó, ez nem az én hajóm, ez nem indul. Na majd ez, figyelj. Lehet, hogy kipartoltam sajnos a másikat. Na majd ez lesz a jó. Mondom én. És hova megyek? Miért arra mentem? Ahol vagyok, oda mentem. De hogy... Nézzük meg a mapot, hogy vajon merre is kéne menni. Ami még így felvetődik, mint lehetőség, az az, hogy egyrészt fast travelözni fogunk majd, de előtte még... Én azt javasolnám magunknak, hogy ezt a páncélzatot egy kicsikét hebregáljuk már meg. Hát nem. Nehogy az legyen, hogy ránk szabadul az elképesztő galát horda, és akkor mi meg majd csak állunk ott, mint lófitty a lagziba, és nézünk ártatlanul, hogy de mi nem csináltunk semmi rosszat, mert tudjuk nagyon jó, hogy az első csapásnál elvérezne a karakter, olyan szinten fostalicska már a páncél. Úgyhogy nem fogjuk ezt tűrni tovább, neki indulunk. Keresünk egy megfelelő kovácsot. De valami olyat, aki bitang és érti a dolgát. Hát értse a dolgát, ugye. Ahogy azt a Mucsi Zoltán mondta még egyszer régen, annak idején. Mindig ott vagyok, ahova mentem. Mindig. Érted? Egyszer, bármikor ott vagyok, ahova mentem. Ezt akármikor tudom produkálni. Most mi van? Miért nem tudom hívni az öreg lovat? Keszeg! Ne szarozzál már, hol vagy? Keszeg! Keszeg! Hát gyerekek... Hát mindennek van egy határa. Na jó, mindegy, nem baj, akkor le... Szórakozzunk, azt ott a kovács, az lesz az. Most fordulunk ki a városból, ugye? Igen, és akkor befelé kellene menni. Ezen az úton... Nagyon sokáig, és tovább. Jó. Akkor ennyi. Ott ragadt a parton? Ha nem fütyülsz, nem jön. Hát de fütyögtem itt neki, mint az állat. Na tessék. Meg hát amúgy is, ahol az ősök szelleme jár, ott ugye nem fütyülünk, ha nem muszáj. Nem fütyögtem. Hát pedig nyomtam neki, haló. Hát most várjál. Álljon már meg a nászmenet. Hát itt fütyögtem a lónak. Nem fütyült, tényleg nem fütyült, vagy valamit elállítottam volna, vagy... Ugrás... Ló odahívása, jobb shift, nyomtam. Nézd meg, itt nyomom a jobb shiftet, gyermekeim! Most ez mi ez? Haló? Nyugodjon le mindenki a csodába. Magyar a billentyűzet? Magyar a billentyűzet. Ilyen gond nincsen. Köszönöm szépen a türelmet. Szerintem most ezért nem engedi.
Hát ebben a színben már fittyögtem a lónak, és engedted. Szerintem most valami miatt nem lehet. Ezt most értsük meg. Valahogy itt kellene legyen a kovács, nem? Mondjuk itt a szőnyeges van. Ez lenne az. Ha valahogy itt van. Kovács! Ne köpködjél! Úristen, mind a Júdea népe front. Köpködők! Figyeljetek, hát... Hát nem tudom, ti látjátok itt a kovácsot? Hát valahol itt kéne lennie, hogy... Eltűnt, elveszett, vagy... Hát itt van, nézd meg, itt mutatja a köszörűt, meg a ezért, kiskutya fülét is, minden, azt a sem. Ja, hogy ez az! Tárgy egy képességei feljavítva. Hát igen, ezzel nem mentünk sokra, basszus. Ott van, menj fő. Hát mennék én fő, de hát nem tudok fő menni. Fuck. Mi volt ez az ember? Jézus erej. Na. Hát nincs itt kovács. Jaj, én ezt nem akartam! Na. Hát ez... Ajaj. Jó, gyerekek, már is botrány van itt a leges-leges legelején. Elbújok ide a fa mögé, mint egy igazi bátor Witcher. Hát ezek jönnek utánam. Szerintem ők le fognak engem karatéjozni, akkor legyen így. Például a kovács nincs kint mindig? Jó. Ajaj. Harci helyzetben nem biztos, hogy tudok ám meditálni. Nem tudom, ez így fölötlött ez a gondolat bennetek? Lehet, hogy nem éppen a legalkalmasabb idő a meditációra az. Hőha. Ezek meg már futnak előle. Na. Hát pofoszkodik, hát persze, hogy pofoszkodik. Miért ne pofoszkodnád? Jó, ezek most már nem fognak engem látni. Most figyeljetek. Itt fogok ezen a kis föld nyelven meditálni. Most nem teheted ezt. Ezt, hogy most nem. Hát egy igazi Witcher akkor meditál, amikor akar, nem? Na, azt mondom. Hát, mit tudom én, 9-kor már biztos kinyitnak a boltok, a kovács is, nem? Tuti fix. Hát igen, egy HP, de hát Istenem, hát legalább túléltük, ugye? Na, oké. Reméljük, igen. Nem, hát akkor is kell valamit csinálni most már páncélommal, tehát ez így nem járja, nézd meg, hát leesik rólam mindjárt. Na, hol van ez a nyüves kovács most már? Menjetek innen! Hol van? Hol lát? Hol kell fölmenni a kovácshoz? Gyere! Gyerkőcök! Figyeljetek, valamit mondjatok már ezzel kapcsolatban. Hol van? Ezek itt ropják, minden bajuk van, de egy kovács az nincsen sehol. Nem, ez szerintem csak egy köszörükő. Azt a csoki. Jó, figyeljetek. Ez lesz az páncélkovács. Itt nincs is kovács. Hát akkor meg miért hazudtátok, hogy menjek föl hozzá? Hát engem itt aljas módon félre vezetnek. Aljas módon félre vagyok vezetve. Szevasz, Árcsi, szép estét! Aljas módon félre vagyok vezetve, és akkor csodálkozunk, hogy nem megy. Én itt keresem, mint a jó gyerek, aztán semmi. Lófügy habbal. Hát van nektek szívetek? Így kitolni az emberre. Állandóan csak a izé. Félrevezetés, a hülyéskedés, meg a... Szivassuk meg ezt a szerencsétlent a kamera előtt, mi? Ezzel a hozzáállással rövidre fogjuk zárni a dolgokat. És még a Hustlert is sokan... Mi? Hogy így lögdösödsz? Hustlert? Miért? Aki... Ja. Azt hiszem, hogy értem, Gabi. Hát abban van lögdösődés, igen. Jogos.
Egyszer pubertás koromban került a kezembe egy Hustler magazin, srácok, de arról nem akarok mesélni, mert kutyavilág volt. Na, azt mondja, hogy használatban lévők javítása. Ezt kerestük. Jó. És most akkor elviekben készen volnánk, ugye? Úgy, bizony. Na és most már nem írja ki a játék, látjátok? Most már nem írja ki a játék, hogy gebasz. Na ez a tuti. Jó, azt mondja, hogy jó, hova kell nekem menni? Egy gyors utazást fogunk előadni. Oda. Árok mélybe. Hát, ja. Ha igen, ezt fogjuk tenni. Várjad, hol van a izé? Aha, jó fele megyünk. Amúgy... Ennek a játéknak a zenéje is olyan, hogy nagy ritkán, hogy felszoktam tenni, így mit tudom én, meló közben. Bármint nem amikor tanítok, hanem hogyha valamit baszkurálok a gépen, akkor általában szokott ez menni, hogyha ilyen nyugis hangulatom van. Elég új vagy itt? Ja, valóban, epilepsziti, valóban. Hát most nem tudom, ezzel áldott vagy vert meg a sors, hogy erre a pályára adtam a fejemet, hát így van ez. Na figyeljetek, elvileg arra fele kéne menni, és akkor... Na látjátok, és működik mégiscsak. Ott akkor nem lehetett használni a lónak a hívását. Na repülj lovam, rajtad a holnap őse. Hát figyelj, nem tudom, nézd még egy kicsit az adást, epilepszit, ez lehet, hogy majd megváltozik a véleményed, ki tudja. Döntsd el magad, aztán majd meglátod. De hogyha gondold, akkor nézzél itt körbe, itt az info parancs, hajrá. Ott igazából minden hasznos információt megtalálsz, például azt, hogy itt a száraz kifli, ez milyen kefirt szoktam fogyasztani. Ezek is, úgy gondoltam, hogy ezek is fontos információk, mert megkérdeznek mindent. Tehát amikor arról érdeklődtek, hogy mikor lett kiherélve a kandúrom, akkor egy kicsikét így azért úgy elgondolkoztam a világ sorsán. És hát ugye szokták volt mondani, hogy szól a híres dalszöveg is. Kefiret iszol? Ha buzihe vagy, ugye? Na, elvileg itt vagyunk, itt a barlangnak a bejárata. Hát nem így képzeltem el érkezésemet. Hoppá! Ugye? Most komolyan? Tehát, hogy itt az utolsó méteren kell megmurdelni? A legutolsó méteren? Jó van. Figyeljetek, ezt egy banános gumicukorral áthidaljuk ezt a problémát, jó? Ez majd segít. Édes Istenem, komolyan mondom, már beszarok. Már bocsánat. Na. Komolyan mondom, na. Jó, menjünk az úton. Most az egyszer. Igen? Alkotás közben? És szoktál alkotni? Drakodemonja, és hogyha igen, akkor milyen módon, milyen művészeti területen bontakoztatod ki képességeidet és pallérozod tudásodat, illetve elmédet? És művészileg milyen művészeti ágon teljesedsz ki? Ezt szeretném igazából megkérdezni tőled. És tényleg. Na hát ez a baj, kék, ugye ez a baj, ezt mondtam itt adás elején, hogy az a baj, hogy ez az egy utolsó szem van már csak. Ez az egy utolsó szem. Aki dobos, jó estét kívánok, derég volt már időm benézni, portfólió feltöltve remélem, környezettudatosságról. Igen. A lezárva meg minden, amit akarsz, fej. Istenem, aki kitalálta, száradjon le az app-re. Na. Szóval, lényeg, hogy igen, föltöltöttem, minden rendben. Itt haláloztam el az előbb, és azt hiszem, hogy egy pengő gombát azt magamhoz kell, hogy vegyek, mert gyerekek, pengő gomba nélkül nem élet az élet. Ilyenkor szoktam elfelejteni, hogy van nálam, most kapaszkodj,
Figyelj, fákja. A rohadt életbe. Hát vagy legalábbis volt nálam fákja. Na, figyelj. És ez hogy tudom elővenni? Az lesz az. Na. Most ne hülyéskedjünk már, hát. Na. De most ne meditáljál itt nekem, hát. Gyerekek, miért nem működik a fákja? Ja, mert hogy animáció van. Én értek mindent. Oké. Thought at first it was a lizard coming. Thing that attacked. Hát, gyík. How big was it? Ne akard megtapasztalni ezt a gyíkot. Ez a gyík, ez megtalál gyíkolni, akkor lesz itt gyíkolászás. Important thing now is to get out of here. Will ye help, Master Witcher? Én a novellák, versek vagy a regényem írása, akkor szeretek ilyen zenéket hallgatni. Aha. Legközelebb, ha ide boltba hozzak gumicukor szállítmányt, átirányítom, köszönöm szépen nagyon. Jaj, figyeljetek, nem mondtam egy nagyon fontos dolgot. Egy nagyon fontos dolgot nem mondtam, hogy vásároltam egy új nadrágot. Ez most egyelőre nem olyan érdekesen hangzik, ez tény is való. Viszont meglepődötten tapasztaltam, amikor, hát így a körülbelül negyedik órámat tartottam meg a mai nap folyamán, hogy konkrétan a cipzárnál. Ott szakadt ki. Nem is kicsit. Tehát, hogy így érdekesen közlekedtem hazafelé, hogy úgy mondjam. Na, mindegy. Salvi Schmid, szép estét, szia! Üdv a művésznőnek! Írás terén igyekszem, például szombatig kell egy 6500 karakteres szóközökkel novella elbeszélést kell megcsinálni egy pályázatra, viszont a zenei világ mindig is érdekel, csak lehetőségem sosem volt rá igazán. Aha, tehát akkor te írsz. Jó. Mindent értek. És ez most így feladatként vetődik fel. Jó, persze, nyilván ez egy pályázat, de hogyha mondjuk szabad időd engedi, akkor miket írsz? Tehát, hogy milyen jellegűre gondoljak én itt. Hát, skifit, vagy kalandregényt, vagy pszichológiai horrort, vagy na, azt hiszem, hogy megérkeztem. Üvölt a szél, és kacag a hold. Na, ezt ki tudja folytatni? Van itt köztünk olyan műkedvelő, aki ezt tudja folytatni, ezt az idézetet? Nagyon kíváncsi lennék, mert egyből szívembe zárom. Na tessék, itt is egy műértő. You're an art lover. Thought you'd appreciate the place. A witcher with aesthetic sensibility. Forgive my disbelief. Üvölt a szél és kacag a hold, Sledex. Hogy van ez tovább? But since we're here, I believe you have something for me. Na? Van olyan, aki ezt ismeri? How do I know this to be? Az öreg csóka, ezt már ismerjük. Very well might have picked this up at the Oxenfurt market an hour ago. Miss Daisy, hatalmas tisztelet. Hatalmas tisztelet. Boszorkány szombaton ellovagolt, sosem tudom, apám. Szeretem nagyon. Aki dobos, köszönöm szépen, ott a 22. Hát jaj, nagyon szépen köszönöm. Srácok, volt alert? Már hogy hanggal meg mindennel? Volt, ugye? Ja, megnézzük még egyszer. Volt bizony. Nem túl halk ez egy kicsikét? Szóljatok, ha igen. Nagyon szépen köszönöm. Úristen! Jaj, Samis, minden elszabadult már megint. Na. A kék rózsa, igen. Emlékeztek, ugye a látomások során jutottunk hozzá. A csókának a szerelméjé. After all that's passed. Iris, what a mess we made of it all. If I'd only known then how it would end. What's happening? I feel as though. Fantasy of világon. As though. A hot iron's pierced my chest. Teljesen mindegy, Draco, de mondja, legyenek benne vámpírok.
és lehetőség szerint csillogjanak. Zabálni fogják. Ajaj. Ajaj. Sorry to have kept you waiting. Ez a tükrös, ez a tükrös. Annyira tudtam. Itt van ez a Garni. How do you feel, Von Emmerich? A little less hatásosan érkezett. Lighter in the heart? Or dim? Ez egy báránybőrbe bújt farkas, srácok. És ebben a karakterben az a legjobb, hogy, hogy valójában a kinézete az teljes mértékben egyszerű és puritán, de kezd itt már fölselleni, hogy ez egy iszonytató kőkemény gonosz. Hát van neki. Van. Képzeljétek el, mondjuk én is mondjuk így, így érkeznék meg értekezletre, hogy itt tudod, itt sétálnék, és így kinyílt ablakon jönnék így be, hogy na hát akkor megjöttem, kezdhetjük. Tágra nyílt szemekkel nézzének, az is biztos. Én nem, Gabi. Én egyáltalán nem. Én ebben nem keveredek bele. Elveszi a lelkét. Basszus! Jézusom. Valami azt súgja a srácok, hogy ez az emberre mi még meg fogunk küzdeni. It's over. We must meet again one day. Ez az emberre mi meg fogunk küzdeni. Is pure pleasure. Gonna remove the brand. Ah, right away. Done. Now, tell me what reward you've chosen. No. Egy soha ki nem ürülő vodkás üveg, élet így gazdag, nem kell tőled semmi sem. Na figyeljetek, ti melyiket választanátok? Én már tudom, hogy mit fogok választani, sőt, már rajta is van a gombon a kezem. Már hogy nem a második félreértés ne essék. Aha, oké, okay, eddig lehetett már látni többször is azt, amit én gondolok. Csak a vodka, mit tudom én, hogy a vodkát akarjátok. Na figyeljetek! Én azt mondanám, hogy sebes vagyok, akár a szél. Éhezni? Soha nem éhezem. Mindig van nálam egy-két vekni kenyér. A soha nem kiürülő vodkás üveget meg igazából felejtsük el, mert nem vonz az alkohol. Mindig van annyi pénz amennyi a zsebemben, amennyi nekem elég, úgyhogy ilyen emberekkel soha, de soha ne kössetek paktumot. Are you certain? I am capable of a great deal. Never been more sure. Goodbye, Odin. Bizony, bizony, hogy igen, Christopherus. Aha. És nehogy azt gondoljátok, hogy befejeződött a stream, úgyhogy neki is ugrunk a Blood and Wine-nak. De amúgy meg más alkot kötni vele, meg más elfogadni egy jutalmat azért, mert... Na jó, de nem. Nem. Ezek az emberek, legalábbis az ilyen típusú emberek, és nem egyszer volt már nekem is szerencsém ilyesmihez, nem mondom, hogy nagyon sokszor, egy-kétszer. De az biztos, hogy... ezek mindig akarnak valamit. Mindig akarnak valamit, és nem szabad ezt megadni nekik, mert visszaélnek vele. Most ez izgalom? Hát, reméljük is. Na, oké. Okay. Elvileg
Most nem tudom, hogy ezt a menüből kell indítani, vagy hogyan, de szerintem igen. Na most, oké. Jó. Melyik lesz az? Erre így nem lehet rámenni. Folytatás. Na de álljon meg a nászmenet. Nem a menüből van... Van egy bevezető quest? Van egy bevezető küldetés? Ah. A bevezető questet kell fölvenni. Aha, értem. És ez lenne? Esetleg ezzel találkozza a trussardi lovagokkal? Vagy kik voltak ezek? Hát a trussardi, tudom, azok csinálnak ilyen bőrdiszműves cuccot, nem? Az nem az? Kőfaragók települése? Ez lenne az? Tán. Ne tán. Ami most aktív. Jó. Jó, akkor árok mélybe fogunk igazából el. Na, hát itt szeretnék egy waypontot, jó? De nagyon szeretnék, mondom. Ja, persze, basszus, igen, az egér az meg... Megváltoztatta a jó öreg Windows. Na, oké. Hát akkor már csak annyi lenne a dolgunk, hogy innen kijussunk. Ha valamilyen módon, ugye? Most átkeresztül a barlangon? Vagy? Na. Hát, hölgyeim, uraim, hát most így hogy menjünk innen ki? Ugye? Nem olyan egyszerű ez, mint gondoltuk? Hát én ezt bárcsak tudtam volna, basszus, hogy ebből már csak ennyi van. Hát akkor hódzél, hogy hatékonyabb nyereg? Hát ez tök jó, hát. Itt volt a pénz. Azt azért elvisszük, hát nehogy már. Na igen, visszafele, amerről jöttél, ez a barlangon keresztül vezet ez az út. Gyanítom. Which air? Jézus. A pihent formátokat, azt. Nehogy aztán nagyot zakózzunk, mert... Benne van az ilyen barlangoknál. Emlékszem, amikor még pici töpörödött törpörödög voltam, akkor azt más voltam, de kinőttem. Nagyon sok gyerkőc van így vele amúgy. Biztos, hogy köztetek is van ilyen. És édesanyám mindig vitt le a tapolcai barlangba, ahol így terápiás jelleggel gyógyítottak emberkéket. Hát többek közt engem is. És én nagyon élveztem. Mindig volt ilyen lámpácskám. Tudjátok, az a régi. Főzeteket? Dehogy nem, hát harc közben szeretek használni, de ha nem harcolok, akkor nem használok főzeteket. És lényeg a lényeg, hogy én ezt egyszerűen imádtam. Sőt, még a suliba volt egy olyan lehetőség, még, hát nem tudom, hányadikos lehettem akkor, de hogy általános iskolás voltam, az biztos, tehát hetedikes, vagy nyolcadikas, vagy nem tudom, valami ilyesmi. De be lehetett iratkozni ilyen, hát ilyen barlangászó szakkör, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt, és ott a helyi barlangászok szerveztek ugye a gyerkőcöknek ilyen special eventet, hogy le lehet menni, és akkor ott körbe lehet sasolni, meg lehet csodálni mindent, és hát ilyen nagyon-nagyon szűk réseken keresztül, nagyon-nagyon szűk réseken keresztül mentünk, és egyáltalán. Na ide figyelj, te vadkutya! Ne legyél már annyira vad! Ajaj. Oké. Hát ezeket a... Felbosszantottad az őröket, lehet, hogy megtámadj. Engem ne támadjanak meg! Rohadtul ne támadjanak meg, én a kutyákat próbáltam meg jobb létre szenderíteni. Háromszor voltál aszmás táborban? Egy hetes volt, és napi kétszer-két órát voltunk lent, imádtam. Igen? Figyeljetek, most vettem észre, hát így körülbelül nem tudom hány, mit te, 60 órányi játék után, hogyha én folyamatosan nyomva tartom ezt a izét, akkor arra fele megyem erre a waypont jelöli. Hát,
emberek! Hát, hát mondjuk szarul működik, de, de... De csodás. Na mindegy. Oké. Hát ugye ezekre a feature-ökre nem mindig van fölkészülve az ember. Hopp, 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 úristen keszek. Hát mi micsoda akrobata mutatványokat adsz te itt elő nekünk. Azaz, kivont karddal érkeztünk meg. Nem kő nekünk a ti segítségetek. Elvettétek a munkát. Milton, look. Igen, igen, Maidlight, most csodálkoztam erre rá. Elvettétek a munkát, meg a munkát is elvettétek. Hát ne tudd meg, mit hagysz ki, Gabi. Már hogy... Meg azért jók ezek a barlangok. Tehát, hogy... És most ne röhögjetek, de az avaligeti cseppkőbarlang is itt van, nem messze voltam már, például szerettem. Na nézzük akkor, vágjunk bele. Milton de Peyrac Peyrin and Pomeran de Longfor. Good to see you both. In years. Be assured, we share your joy. You must forgive us. Srácok, mit ír a How Long to Beat a végigjátszást illetően, tehát a Blood and Wine végigjátszását illetően? Mit mond rá, hogy a main story az körülbelül mennyi idő? Lenne valamelyikőtök olyan kedves Nebuló, hogy ezt megnézi? Hát kitüntetem az Oktatási Minisztérium által rám ruházott jogomnál fogva, de tényleg. Azt tudjuk, Gabi, ez biztos voltam benne. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Baro. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. Gondolkoztam azon is, hogy mit kéne játszani ezen a héten. Hát természetesen segítek. A megfordult a fejembe, hogy folytatom a Death Stranding-et, meg a Wolf Among Us, és hogyha addig kijön a Draugen, ami ez hamarosan elkészül a magyarítás patyikéknak köszönhetően. Oké, miért nem? Oké. Hát figyelj, főszobósz, egész héten az lesz, nem vicceltem, csak nyugi. Fine. Naturally, I'll help when Pomeran's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues. Szeretett Csavi Schmidt. Things are coming. Hear that? Your bandits have arrived. Srácok, a zsiványok. A helyi zsiványok megérkeztek. Még a macska is itt kétségbe van esve, látjátok? Úristen, nekem Sámuel is legalább ennyire kétségbe szokott. Esni. Hú, de hangosak voltak ezek a lovak. Igen? Hát azt tudod, hogy az év negyedik negyedévére ígérték a második epizódot belőle. Tehát elvileg az még decemberig ki kéne, hogy jöjjön. Nem tudom, hogy mi újság van ugye a stúdió házatáján, hogy meg lesz ez, de hát azért vannak kétségeim. I, Pomeran de Longfor, call upon you to repent. Hú, de szép vagy. Search your hearts. Do you not see that they are blackened? Tartsatok bűnbánatot, nézzetek magatokba. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores. Abandon the path. Térjetek le a bűn útjáról, és megmenekedhettek. Na. Ajaj. I could jest that. Had us a laugh. De most már! Istenem! Barom jó, ahogy a magyar fordítás. Wait, Zorg! These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity-like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Hát ez úristen, hát ez olyan szinten alpári, hogy júj. Egyiktek fújja a tüzet, a másik meg fingja. Hát, hogy lehet így fogalmazni, de komolyan? Hát,
Noble Palmerin's given you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. De most az öreg Geraltnak miért kell beleugatnia? Or what? Ha nem, szétrugom a seggeteket. Kifordítalak benneteket szőrös tövőröstük. There's three of them. Two turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk who say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let fire farter. Hát, hogyha tudtam volna, hogy ez a kifejezés létezik, akkor nem tanár úr néven kezdek ezt streamelni, ez biztos. Ha mondjuk ezt a nevet is adták nekem, mindegy. Na jó, hát akkor ezek nem tágítanak, hát ez van kész. Hello! Hát nézd meg, itt annyira belemelegettem itt a izéba, a balhéba, hogy még az is kap, akinek nem kéne. Hey! Ne, majd mindjárt megtrükköznek. Ha leváglak minden malacot! Nézd, ez pajzsos. Nézd, körbe táncolom! Na-na. Ha lebontom róla mindjárt ezt a rohadt páncért, nem így kéne, tehát az tény is való. Vannak? Még vannak. Hát egy kétfrontos háborút nem fog tudni elviselni, az is biztos. Ajaj. Na, ezt miért nem sikerült kidodzsolni? Ahogyni, azt a leborult szivar végét. Nézzek, hát elvágtam a lábát a felső testétől. Ha megdöglik mindenki. Azt hiszem, hogy végeztünk ezekkel a martalócokkal. Hát, ugye ezt Ledex? Én mondom, én imádom a magyar fordítását. Mondjuk attól tényleg lábrázást kapok, amit láttam a Witcher egybe. Hogy hogyan szinkronizálták magyarul. Tehát az valami botrányos volt. Tehát, fú. Ja, hogy van még egy. Hát erre nem volt szó. Szóval az egy kicsikét érdekes volt számomra. Én szeretem a magyarításokat, és sok esetben azért nagyon színvonalas fordításokkal lehet találkozni. Arról nem is beszélve, hogy nektek egy kicsikét szerintem könnyebben nem észhető a játék. De attól függetlenül meg... Hát az a szinkron, az... Hát inkább ne tették volna, ugye? Inkább ne tették volna. Come, Geralt. It's time we delivered our message. Nekem most is, Christopherus. Én ha tehetem, minden játékot magyarítva játszok, miattatok. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver her grace. Na, nyilván nem mindenből van, de hát Istenem. With all due ceremony. For tradition is sacred in Tucson. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which ártó fajzatok pusztítója. A világ védteleinek oltalmazója. Hát, mit csináljak, aki dobos? Hát most ez van. Which floods our streets with blood. And so is panic in the hearts of rich and poor alike. Szevasz, Kronos, szép estét, üdvözöllek nagy szeretettel, Hali. Azért milyen aranyosan fogalmaztak már, nem? Tehát azért megadták a tiszteletet. Ez azért szerintem méltó Geralthoz, határozottan méltó. Azt mondja, mit tudtok mondani, hogy na igen, ez mondjuk érdekes lehet. And the most polite. Amúgy igen. Now we've got all amúgy igen. Behind us. Tehát végre nem úgy beszéltek szerencsétlennel egyszer, mint a kutyával, érted? Na, szörnyetekről mondjatok valamit. Az áldozatai mondják róla a legtöbbet, őket kéne meg interjúvolni. Look,
Hát, Maidlight, így van, szél se fúj ingyen. Tanuljuk meg, bizony. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? Two. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fit you. Basszus, a jobb oldali olyan volt, mint a Slenderman, a középső olyan volt, mint a azok a, az oktopuszok a nem tudom most melyik játékba, és még a baloldal is emlékeztetett valamire. Both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Hát figyeljetek, én nem cicózok sokat, engem ez érdekel, hogyha ilyeneket láthatok. You cannot be thinking to refuse. Igen, de mikor nem jöttek ki magyarul a játékok, még nagyobb kincs volt, ha tudtál angolul, ha nem, meg melengedte a szíve. Igen, so igen, igen, igen. Excellent. We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Egészségedre, Kronos. Ready to go, as soon as you're packed. Ha, then post haste to Tucson. Hát a nagy rajongója vagy amúgy a szágának, hát akkor mindenképpen egy páratlan élmény lesz, abban biztos vagyok. Mondom, még nekem is az volt, pedig én nem vagyok elkötelezett híve a játéknak. Mármint úgy értem, hogy a világnak. A baloldali közeli rokon a rossz ízlésnek? Már hogy a szörnyeteg? Vagy a fickó? Nem mindegy. Jaj, várjatok, hát aki dobos, lehet, hogy nem olvastam be a szubodat. Voltam olyan paraszt. Hát csak nem. Ugye nem? Ugye nem így volt? Mert hát, hogy ugye 22 hónapja itt van velünk. Ez a hihetetlen géppuska, lábú és kezű, elképesztő kvalitásokkal rendelkező, csodálatos. Figyelj, nincs még egy olyan ember, aki hasonlóképpen és ilyen jól játsza a bunyós pityút, de komolyan, hát nem viccelek. Hát köszönöm szépen, nagyon a 22. hónapot, köszi! Köszi, ha esetleg nem mondtam volna. Köszönöm. Remélem, nem ebben a pillanatban léptél le. Hát kezdődjék! Vér és bor. Srácok, ezt ha már az imént idézgettünk. Idézgettünk és fölkorbácsoltuk a szenvedét a műértő közösségben, akkor egy játékhoz roppant stílszerű és odaillő idézettel szeretném megnyitni ezt az epikus hangulatú következő kiegészítőt a sztorort életbe. Ez egy nedves kor. Nappal vér folyik, éjjel bor. Nap. Adjunk neki. Nem tudom, hogy ki ez, de nagyot fog szólni. Az biztos. Jézus Máriám! Igen, Kronos, határozottan, de én most nagyon jól érzem. Jú, mekkora pöszmen egy állat. Ott. Ott az úrját. Igen. Hatalmas, nagy. Mindene. Úristen. Nézd, egy hordó van a fején, olyan csúnya. Igen, Christopherus, bizony. Bizony, bizony. Golyát? Ez a neve, hogy Golyát? Na hát ez az, ugye? Ajaj! Elég erős a kicsike. De hát eldodzsoltam onnan, hát most mi? Gyermekeim, az úr van, ez nem ér. Ez nem ér. Mondom, ez nem ér. Csak a seggét kell támadni, ezt már megtanultam ezekből a játékokból, ott nem figyel. Nagyot lép. Úristen. Rossz ütembe történt ez. Leváglak minden malacot! Úgy, a birkák meg fussanak.
Tényleg, hogy elmenekültek? Legyőztük? Big beast. Single-handed. I'm too wise. Hát ki volt ez? Meg hogy nőtt ekkorára? Valami mutagén, vagy mi lehetett? Tudj fix, hogy valami mutagén. The most beautiful among them. Hát nem tudom, egy ilyen amorf Toldi Miklóshoz volt szerencsénk, aki kitartotta ide a rudat. No, sir, nor seem you a knight, yet still I'm profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. Gabi, az még csak hagyján, de van egy olyan idézet tőle, ami nagyon-nagyon kemény, ami iszonyatosan kemény, és ezekért a gondolatokért hallgatom. És ezt most előkeresem nektek. És ezt nagyon-nagyon szeretem. Na most kapaszkodjál, mert József Attila amúgy. Hol van? Aha, na most kapaszkodj. Így szól. Fegyvert ragadni gyengeség, megöl az ellenség és megver, s elszárólam a kedves ég, jogállamban a pénz a fegyver. A hadviselés itt ma más, a hős a kardot kiserántja, bankó a bombarobbanás, s mint fillér száll szét a szilánkja. Így okoskodtam, s jó napot, kívánva elhúzottam oldalt, s este a nyájas csillagok rám nevettek a teli holddal. Gyönyörű. Na, olvassatok József Attilát. I'll take the trophy, why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Tucson, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. Azt hiszem, ismét sikerült, hogy a csatorna edukációs jellegét egy kicsikét pallérozni. Igen, igen, Plotnyikó, természetesen. Ahó, már mikor, ne vicce. Már mikor. És mennyire? Ajaj. Damien Delatour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Én nagyon szeretnék amúgy, hát versekkel foglalkozó streamet tartani. Ezt tudom, hogy fura, meg nem lenne rá igény, de jó lenne. Nagyon sok olyan ötletem van, ami rohadtul nem érdekel senkit. I shall take you then to see her grace. Igen, igen, Christopherus. Hát van jó pár ember, aki viszonylag korán hunyt el, és roppant intenzíven sikerült a közösség oltárán áldozni. Na figyeljetek, elvileg kaptunk itt most mi 2 pontot. Ó! Oh. Kaptunk 2 pontot, méghozzá nagyon jókat. Azt mondja, hogy itt mennyi, 30-at kell összeszedni. Hí, ez nagyon sok. Ugye itt 28, akkor ezt fogjuk fejleszteni. Elköltött pont, hát legyen mondjuk tán. Hát legyen ez. Csak hát ez ugye nem megy még. Na majd most. Azaz, az lesz az. Oké, okay, és mennyire jó ötlet ezt ide bepattintani amúgy? Szerintetek? Nem lenne jó ötlet? Várja, melyikre cseréljük ki? Azt kéne megnézni. Aktív pajzs. Árcsöprés, tűzpatak. Hát én ezzel kicserélem. Nem tudom, hogy mennyire volt ez jó ötlet, de majd elválik. Most ez valami felsorolás, Christopherus, vagy... Hát mind... Az első meg a harmadik áll hozzám közelebb. Bár mondjuk a Borinotesz Radnó titul, az határozottan jó. Én nagyon szeretem a verseket, amúgy ezt lehet, hogy nem mondtam még. Na mindegy. Azt mondja, hogy hova kéne mennünk itt? Ide? Dulcine a szélmalom. Hát mik leszünk mi, Don Quixote-ék? Vagy micsoda? Hűha. Hát de hogy... Ó, ja, hogy oda.
Igen, csak most jelenleg hol vagyunk amúgy? Ezt így haló, hát így könyörgöm, valaki mondja már meg. Ja, itt vagyunk, igen. Hát... Brave kid, Guillaume. Jaj, kövess Miltot, ja, hát jó, hát akkor aki vakasz, hülye, hát most érted az ilyen. Mármint, hogy magamra gondolok, félreértés ne essék. Igen, kezdted ezt. Hogy de kicsűrtünk szerencsétlenni. Igen, ezek a lovagok, ezek olyanok, hogy egyik pillanatban virágos kert borul ki a szájukba, másik pillanatban meg a fekália. Na, mehetünk. Hát ez nem érdekes annyira ez a halacska itt. Jó? Megérkeztünk? Megérkeztünk. Kutasd át a folyó partot Witcher érzékeid, de itt vannak a lábnyomok. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard clearly. Let's see where they went. Na lássuk akkor, hogy merre mennek. Walked along the shoreline. Itt a partvonalon rohangált szerintem jó ideig. Aha. Oh! Vakonc! Úristen, milyen gond egy állat ez? Hát ez miért ilyen? Hát nézd meg, egymást ölik. Lehet, hogy másik kardot kéne használnom? Csí, hogy placsannak, meg cuppannak. Ja, hogy ez már megdöglött. Jó, nagyszerű. Na, mekkora ötlet volt. Jó van, ezeket legyilkolni. Veszélytő fények a vakságba vezetnek, illetve a sűrület határát mi határozza meg? Na, hát akkor ezzel most elbántunk, ugye? Jó. Nagyszerű, akkor kinyomozzuk. A penetráns szaga. Hát... Érdekes. Na, azt mondja, hogy... Ja, hogy itt még meg lehet sasolni valamit. Kiúztak a hátvizet, kivágták belőle a megcsokított holttestet. És az még vérzett olyankor, vagy... Aha. Jó, akkor alámerülünk és meglátjuk. Na, a Witcher érzékeink segítségével föltérképezzük. Itt az, ott lesz a háló, igen. Hát még bőven elegendő levegőnk van, úgyhogy... Aha. Hát ezzel sokkal nem vagyunk előrébb, ez így rendben van. Viszont ott van valami, azt megsasolom. Hát... Az a valami, az valami... Nem. Az a valami, az semmi. Fakanál. Nagyszerű. Hát roppant hasznos volt. Törött evező. Még egy törött evező. Még milyen szerencse, hogy ilyen jó bírja az öreg Geralt, mi? Kibelezett hal, hát az... Iszonytatóan fontos lehet egy kibelezett hal bármikor bárkinek. Olyanok, mint a bűzdémonok, mikor meghal vagy low HP és ne légy közel. Ja, igen, nyilván, csak ezt nem mindig lehet fölmérni rendesen, hogy most éppen döglődik vagy sem. Azt hiszem, hogy megvan. DLC. Blood and Wine. DLC. Na, oké, megérkeztünk. Benéztünk akkor a víz alá is. Most viszont tovább sasolunk itt. Hát, ha valamit még föl tudunk itt fedezni. Kis Miku, köszönöm szépen, nagyon a hetedik hónapod. Hát, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívmelengető, hogy egy streamen nem csak kiváló tanár viszi a gyeplőt, de a chat is kikapcsoló poétikus üde stream volt egy szürke, hűvös hétfő esti fél homályba. Figyeljetek, én most nagyon őszinte leszek veletek. Nekem
Nekem rohadtul fontos, hogy itt normális beszélgetés folyjon. És őszintén mondom, egy kicsikét sírok belül, amikor ilyen fáradtak vagytok, és nem nagyon írogattok. De ezek rohadt jó. Kis mikor nagyon szépen köszönöm tényleg a 7. hónapot, uram. Köszi még egyszer. És hamarosan szábgul, vagy valami olyasmi. Köszönöm még egyszer. Amúgy, amikor kicsi voltam, akkor ment állandóan ez a játék, hogy meddig bírom levegő nélkül a kádba. Egy miért? Fogalmam nincsen, mit akartam ezzel, de... Hát ugye azért van ez az oxigén hiányos állapot, állandósult, ugye. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes. Bármilyen túllerő ellenébe kiállt társaiért, és a végsőkig harcolt ellenségeivel. Foes. Oh. You have a lot of them? He did. But I do not see what that has to do with the beast. De miért volt hasznos, Christopherus? De tényleg, miért volt ez hasznos? Hogy egy olyan helyzetben majd egy kicsikét ügyesebben lépsz fel, vagy micsoda. Megbuktázzuk bizony. Kis Mikut határozottam. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Tucson. A knight in the service of her illustrious highness knows no rest. Nem adatik nyugalom a lovagoknak. Hát ne is üljenek a seggükön. Hát most mi lovaggá ütik őket, aztán ott lovagoskodnak, üdögének a karosszékbe, és elmerengenek régi idők diszkrét báján, vagy mi? Mi ez a kocogás? Jó zene van megint. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarieta. Anarieta? Her Grace, the Duchess. Oha! I forget myself. Srácok, megint bele fogunk botlani valami hölgyeménybe, ez valószínű. Nagyon fölkapta a fejét Geralt, amikor kimondta, hogy Anarieta. Ő lesz az. But you will find no better crayfish chowder. Hát szinte biztos vagyok benne, hogy szépsége föl nem érhet Yenneferével, az teljesen tuti fix. Viszont hát azért megnézzük magunknak. Reméljük nem evén banya lesz. Ez lenne az? Megérkeztünk. By my truth, could that be the musty scent of fresh pate? Aj, Bendy, hát ez pirott, ne aggódja. Hát furcsán ment, Draco demonja. Furcsán, határozottan furcsán. Lesz még meglepetés? Na nem mondod. Milyen szempontból, hogy itt ilyen... Azért nyugtassatok meg, hogy ez a DLC-se fog úgy elmúlni, hogy ne legyen itt valami pajzánkodás. Tehát nem lehet. But when I looked up, I beheld a blood red sky. Srácok, hát is precisely why we're here. Véget ér a megpróbáltatásotok a zacskó csörgést illetően, ugye az utolsó darabot fogom megenni. Nincs már több. Megpróbálom kiélvezni. Yet since Sir the Peyrak Peyren in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. No, you've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyron. Spare us the petty insults. Geralt is a master of... És azért nem árulok zsákba macskát, az éjjeli szekrényemen ott lapul egy teljes csomag zöld békás gumicukor is, de azért azt tudjuk, hogy ez nem olyan békeporai. Így van. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Na figyelj, azért ezt így elolvastam, Christopherus, figyelj, ilyenekkel azért ne kísérletezzetek be. Ilyenekkel ne kísérletezzetek be, ebbe csúfos vége lehet. Nem arról van szó, Sanyi, hanem nehéz beszerezni. Na figyeljünk, mit mondanak? Békaporaira.
While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Nem tudom. Who just left? Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linis, the innkeeper's daughter. Linis lesz a fogadós lánya. Na várjál, várjál. Skandallum. Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. Aha, tehát magyarul elkártyázta, basszus. Elkártyázta a rohadék a izét, a pénzt, és akkor a kancellária pedig ugye szertett a birtokra. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Hát igen, igen. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. Kihaltósvénye egyenesben szabad. Na hát igen, ezt legalább tegyük hozzá, de az se a legjobb dolog, mert akár még pillanatban bármi történt, aztán megvan a baj. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Hát akkor hol marad belőle ugye az élvezet, ugye Christopherus? De nem, ilyet ne csináljatok, mert hatalmas egy esés lehet a vége. Even before we departed for Velen. Eltöritek a kezeteket, azt nem tudtok itt gépelni majd. Azt nem venném a szívemre. Nem tudjátok megnyomni a feliratkozás gombot, meg ilyen... Nem, ez nem szabad. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Na, hello. Oké. Kövess Milton a fogadóba. Na, akkor hol van? Ja, hogy ő már kiment? Hűha. Ja. Lehet, hogy nem erre kellett volna kimenni, hanem erre, ugye? Ó. Oh. Igen, egy Witcher vagyok, és a nemes asszony nem akar velem beszélgetni? Nem? Illetve igen, nem is tudom, na majd én segítek, nem. Nem most, még nincs itt az ideje a lőcs forgatásnak, nyugi. Na. Azt mondja, hogy... Mi tényleg? Mi valahol lehet? Lehet ilyet venni? Mert konkrétan az enyém úgy jön a Haribó gyárból, tehát ahonnan besikerült szerezni. Na várjatok, itt valami ribillió van. Haló? Ajaj, ott vannak lent a... nem vannak a boros pincébe. Ajaj. Milyen szörny végzett az őrökkel? Na nézzük meg. Karonsebek. Akkor azt már tudjuk, hogy hatalmas nagy karma volt. Bad karma. Hát akkor... Nem jó most ez... Folyami iszap. Nem tudom, lemerészkedjek ide? Mennyire jó ötlet ez. Őha! Na! Hát álljon már meg a nászmenet, hát ezek még itt döglődnek, szerencsétlenek. Na várjátok, itt még van valami, amit érdemes lenne megvizsgálni. Footprints. Aha! Ja, hogy lábnyomok. Bare feet. Lead deeper into the cellar. Fell down the stairs, broke his neck. Leesett a lépcsőn. Kitörte a nyakát. Hát ez? Nagy erővel falhoz csapták. Hát nem kegyelmezett ez itt senkinek. Ezzel verte le a rácsot, mármint hogy az emberrel, tehát így elég erőszakos egy rém. Lehet, hogy itt csócsál valamit épp. Fúj! Hoppá! Hajaj! Hát ez tulajdonképpen egy mesztelen nő, aki lakmározik a holtak testéből.
Ezt így jól látom. We don't have to fight. És miért kell ezt mesztelenül tenni? Hát ezt... You are wrong. Hát nem tudom, én egy forró fürdőt vennék a helyedben. Na. És elsuhant. Határozottan, Gabi. És okszolom. Ja, mert úgy jobb. Hát szerintem határozottan erotikusabb. Ja igen, vigyázz a ruhájára. Bruxa? Ja, nem, Bruxa! Bruxa, bocsánat. Jajajajaj. Nem szarozik! Hát, gyermekeim az úrvát, ez két ütés volt, és hello! Két ütés voltam, basszus, és hello! De, hát nézd meg! Hát itt ebből baj lesz! Nézd meg, hát nem hat rá akart, hát elhajol előle. Na jó, lehet, hogy mégse. Na de kérem, Alássa, most mitől sebződtem meg? Amúgy ezt tudhatnám. Jajaj! Jaj, ne csinál! Hát gyerekek, épp hogy? Hát épp hogy, basszus? Hát veszedelmes ez a nőszemély, egyre szimpatikusabb. Hát, már hogy értve ez alatt, hogy jújjújjújjúj. Atya világ. Ha majdnem itt haltunk meg. Ha nagyon közel volt. Stinks. Minden, amit szeretnék elmondani magamról, Deadmon Gaming ott van. És ennél is többet tudhatsz meg, hogyha nézed a streameket. Azt hitte biztos. Na nézzük, akkor vizsgáljuk meg ezt a tetemet. Hát elég ijesztő volt Christopherus, de attól függetlenül meg szimpatikus is bizonyos szempontból, csak azért arannyal teli buksa. Hát igen. Bizonyos szempontból azért aranyos volt, ugye? Valljuk be. Bones sliced through, not crushed. Átvágták, nem szétzúzták. Igen. A logikus következtetés. Akár a Witcher fenkék. Tehát akkor tulajdonképpen ő csak lakmározott belőle? Aha. Igen, az a kéz az valahogy nem illik oda a képbe. Gyanítom. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Hát akkor nem ölte meg, ez szinte majdnem, hogy biztos. Jó, átvizsgáltuk már szerintem rendesen. Monster, but not a Bruxa. Then why did the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell is it still warm? Hát kérdések hátán. How'd chopped down the victim's throat? What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. És gyerecske, szevasz, szép estét! Üdvözlet néked! Látod, így egy-két év, aztán már megtanultam kimondani a nevedet is. Szegény. De úgy sajnálom tényleg. Úgy sajnálom, hogy nem jól mondtam annyi időn keresztül, de annyira úgy tűnik, nem? A gyerekecske.
Na, oké. Szerintem akkor készen volnánk itt ezzel a feladattal. Kinyomoztuk, amit ki kellett, és elvileg Keszegnek jönnie kéne. Há, valahonnan. Ha mi van, süket vagy te az anyád iskoláját, de komolyan. Hát nézd meg, itt legel. Hát itt legel és nem jön. Hát ki tanított téged? Hát én. Hát, ja, azt tudom, de hát azért akkor is, na. Én akkor mindig szégyellem magam, amikor rosszul olvasok be egy nevet. Itt a hülye, diplomás parasztja, azt még olvast is, és úgy. A bunkó. Na várjál, nem erre kellett volna elindulni, mi? Na, azt mondja. Most akkor döntsük már, hogy merre. Take it easy. De... Hát biztos, hogy lóval kell lesz megtenni ezt a távot. Nem nagyon akarja az igazat. Na, jó van, beindult most már. Hát itt egy hatalmas nagy aréna van előttem. Gyerekeket nem ütjük el, csak a felnőtteket, nyugi. Jaj. Na jó, én inkább leszállok a magas lóról, aztán menjünk. Hát itt valami nagy városi rendezvény van, valami falunap lehet, vagy nem tudom mi. Na mi van? Vele kéne beszélni? Palmerint. Város lakó. Ott van Palmerint. Need to speak to the Duchess urgently. All right, you scamps. Story is done. Go find your parents. Elképzelhető, Christopherus. What about the story of Ritik and the dragon? A tales for another time. Milyen aranyos, mesél a gyerekeknek addig. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher. Majd lesz egy meglepetésem a stream végén, jó, srácok? A legvégén, amikor majd elköszönök, majd akkor. De addig nem mondom meg, hogy mi. Az erény mindig győz, ezt tanuljátok meg gyermekeim az Úrba. But the Black Knight, he's a villain and he wins. The cutter of Casteldaccia too. Moral victory, that's what counts. Rubbish. Now. That will do for questions. Go find your parents. Oké, már bekészítettem. Nem feltétlenül. Nem, Gabi. Nyugi azért. Nem ennyire komoly. We'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way. Hát... Gabi, falunap, nyilvános akasztás. Igen. Azért tudtak régen szórakozni az emberek, nem? Hát, valljuk be. Kövezés, nyilvános akasztás. Mit? De tudták, hogy kell élni. Hát meg azért rend volt és fegyelem, mert nem lehetett csak úgy szarozni. Ajaj. Ezek hogy fogja a farkát? Ú, mekkora farka van. Aggatták ezeket a csengőket. Szerintem se kéne szerencsétlenet így kínozni. Igen, pontosan. Az emberre kéne ezt csinálni. Így van, teljesen jogos felvetés. Nagyon szimpatikus nekem ismét, Geralt. Na gyerünk a hercegasszonyhoz, aztán csapjunk rá a seggére. Na, hajrá! Kicsit kimozdítjuk a hercegasszonyt a komfortzónájába, jó? Mit szóltok hozzá? És itt jön a büszke, dicső lovag, aki egy csengős farkú, hatalmas vagy gigászi nyíkot fog majd. Hát... legyilkolászni, vagy megküzdeni vele. I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian. Igen. Várja, a lány az... Na mindegy.
Üdvözlet, remélem, hogy jókor jössz. Én még nem csináltam semmit a Witcherre, de már udvarolok. Jaj, szegény állat, ne bögdösd! Kinyomom a szemedet. Nem szép állat, de nem bántott senki. Ó, szerencsétlen. És igaza is van Geráltnak. Szegény tatu módjára összegömbölve neki csűr a falnak, mert nem lát semmit. Hát ez szórakoztatja ezeket a parasztokat. Na igen. Most viszont gond van, öcsipó. Meg lesz a bőtje a dolognak. Bizony mondom néktek. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy alakult a dolog, ahogy az kellett. Na lássuk akkor. Jaj, ne, és nekem kell izé. És nekem kell gyilkolni. Basszus, ez nem áll. Szerencsétlen izé jószág, és meg kell ölnöm. Milyen nagy szerencsém, hogy tovább gurult, mi? Ajj, mondjuk ez nem volt annyira nagy szerencse. Hát nem igazán lehet itt a páncélzatán keresztül döfni. Jaj, kis tatu. Kis tatu, kis tatu. Hát, hogy ennem kéne egy gombócot. Hát, hogy eszek egy gombócot, az segít. Most miért csinálja? Ja Istenem, beindult, mint a... Hú, mint a döngölő béka! Júj! Hűget! Ezt lehet, hogy rosszul csináltam. Hát kihasználtuk a pillanatot. Szerencsétlen állat, basszus. De komolyan. Nem szívesen, nem szívesen öltem meg. Nagyon nem szívesen. Ja, tök jó. És most ebben a szerepben tetszeleghetek, hogy legyilkoltam egy ilyen szerencsétlen állatot. Hát gratulálok. Szórakozzatok jól, büdös parasztok. Meg egy nagy lófüttyöt, azt. Monster's no threat. No need to kill it. Ezt fogom megölni. Ezt. It is his right. Long live. Ugye? Ugye, Metagri? Elfelejtettem átöltözni. Fotózáson voltam és elfelejtettem. Ilyen magánjellegű fotózás, nyugi. Hát nem ez a izé, celeb vagyok és izé mereztem a lőcsömet, meg mit tudom én, nem, hanem ilyen magánjellegű. Nagyon szomorú, de szükségszerű volt sajnos. Én azért biztos vagyok benne, hogy ebbe a korszakban is éltek olyan emberek, akik tudtak megfelelően emberhez méltóan szórakozni. Én értem, hogy ez volt a szokás, és de ez roppant mód egyszerű, hogy úgy mondjam, finoman fogalmazva. Persze, gyerecske, hát... Ja nem, az már tavaly volt, bocsánat. Na mi van, te nagy lovag, ha? Elfáradtál, mi? Geralt, magnificent, breathtaking. Your grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, raffish to have struck upon it. And I'm truly
Honored. See to our young hero. Hazám, ha megtiszteltetés a javából. We should talk. Na most, hogy megjöttek a lányok, jöhet az igazi műsor. Azaz. Na hozd a vajat, ugye? Hogy egy híres filmből idézzük. Na, mindegy. Na, ami a kontraktust illeti. Így van, tehát ne itt az aréna közepén beszéljünk az üzletről, ugye? Nyilván. Azt hiszem, hogy Christopherus ismeri a filmet, oké. Okay. Rendítsék. We must find him. Na. Nézd meg, szerencsétlen állat meg ott vergődik. Igen. Igen. Az, persze. Have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, your grace? Yes. I mean, no. No, what? Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, látjátok? We would make certain his head in the tower till he rotted. Csak úgy duzzadnak rajta a fél drága kövek, amik drága kövek amúgy. A három sárkány piacon ezt mondták. The very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour. Ez hogy pukkerlizik? Hát de... Na várjatok, nem a hölgyek szoktak ezért pukkerlizni? Hát az urak meghajolnak, hölgyek pukkerliznek. Nem így van? Lányok biztos tudják. Á, fiúkat meg se kérdezem. Reménytelen eset mind, ahogy itt nézem, ha? Borzalom. A Savis mit biztos tudja, vagy a többi... Na ugye Gadget, jól mondom. Na, jó van, megmentetted a férfiak becsületét. Bokázás volt. Bokázás, ja, érti? Okay. Oké. Hát akkor olyan volt itt, hogy a pukedlizett volna. Nem. Urbánus legenda. Esébi. Tutifix, hogy urbánus legenda. Nincsen férfi, aki ilyet csinál. Főleg nem hangosan, hajnali háromkor álmába, tehát ilyen nem. Úgyhogy még a tükrök is megremegnek a szobában. Nem, ilyen nem történik. Ezt higgyétek el nekem, ezt csak kitalálták a nők, hogy bosszantsanak minket. Tutifix. Are the legends true? Do witchers usually demand that which you find at home? Na, figyelj. A witcherek rendszerint olyasmit kérnek, ami naponta látható, mégis meglepő? Én nem tudom, hogy mire gondol, de... Hát most attól függ. Tehát, hogy ez egyfajta utalás bizonyos irányba, vagy én gondolom ezt már megint félre, vagy áthallásos dolognak érzem ezt, vagy nem? Hát legyünk ilyen titokzatosak, ugye ezt a hölgyek szeretik, hogy az ember roppanó titokzatos. Disappointing. Mi az, hogy kiábrándító? Hát majd azért lett... Sodrom a fejedről azt a piarát, vagy mi az. Ja, egy büdös nagy pofon, az még naponta látható, és hát ugye elég meglepő. Hát képzeld el, mondjuk azt kérném Rivordnak, hogy hadd adjak egy büdös nagy pofontot a királynőnek, vagy a hercegnőnek, vagy bánom is, hogy ki ez. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodging. Meg belemenne. Hát mondjuk lehet, hogy élvezi. Hát mit tudom én. Hát, vannak furcsa dolgok. Lovely, generous gesture, your grace. A város kulcsa. Vagy nem. Isn't it the duchy's temporary morgue? Is it now? Azt szereti, azt nagyon szereti Christopherus, bizony. Mert hogy emlékszel tán az előző előtti Witcher streamre? Szevasz, Szatek, jó estét! Nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course, but as I said before, I'll need some information. Na de hát én ezeket már tudom, nem? Vagy... How did it start? Na jó, mind a kettőt meghallgatjuk. Crispy was the first to die. He was famed once for his many glorious torna győzelmei voltak. Hát biztos valami hihetetlen figura lehetett, valami elképesztő kartforgató.
He was ruthless in business. Hát igen. Az mondjuk nagyon jó rész volt, nekem az nagyon tetszett. Ott volt minden abba a buliba. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight to death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. Amit még nagyon szeretek ebbe a játékba, az az, hogy a mondandóhoz, meg a sztorihoz, ami éppen így a sztori szövedékén, a történet szál szövedékén keresztül így átsejlik, és verbálisan nyilvánul meg ugye a karakterek részéről, kiválóan alá van festve muzsikával. Tehát amikor egy kicsit komorabbá válik a beszélgetés, ez megjelenik a zenében is, és valami bámulatosan jól csinálják ezt a srácok a CD Projekt Rednél. Na nézzük akkor, a második áldozatról meséljünk. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, vagy egy olyan sanda gyanúm, hogy nekünk is valami ilyen helyre kell majd menni, ami azért távol van így a nagyvárosi zsibongástól. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Igen, azért a zene az határozottan nagy hatással van az ember, és nem véletlenül próbálják meg kiaknázni ezt megfelelő módon. Hát némelyik játék, ugye? Nem mindegy, de nyilván. Sok. És ha belegondoltok, akkor hogyha mondjuk az első három olyan játékzenét kellene említenetek, ami nektek nagyon tetszik, akkor tuti fix, hogy szinte mint a három egy kalandjáték lenne. Ugye? Na, kinek mi a hármas listája? Az enyémet szerintem tudjátok. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim. Szerintem a legzseniálisabb játékzene az a Skyrim. Legalábbis nekem ez a véleményem. A második az a Witcher. A harmadikon kicsit gondolkoznom kell, még hagyjatok időt. Heroes of Might and Magic. Hát vagy az Elder Scrolls Online, de azt a Skyrim miatt nem akartam mondani. De a Heroes-ok nagyon jó volt. Bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were outcast. We are horrified. Na várjál, te ilyen régi motoros vagy, gyerecske. Az az outcast. Blast it. Te se vagy ma így, gyerek, akkor. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered. Figyellek. Trying to draw attention to. All the murdered men were knights who swore fealty to the five chivalric virtues. And even if the knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? Honor, wisdom, a jó öreg outcast. Valor and compassion. Szép pillanatok voltak azok is, csak hát nem tudom, van itt olyan ember, aki az outcastre emlékszik még. Meg a Dark Omen is, az is egy régi történet. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. A Plektébán nagyon jó volt, de azért akkora hatást nem gyakorolt rám. Elég nehéz így közben olvasni a sztorit is, meg erről diskurálni, de jó. Ja, 98-as, igen. De azért az mekkora egy áttörés volt abba az időbe, a játékiparban, az Outcast. És aztán kiadták újra, volt a remastered változat. Tényleg az Ori and the Blind Forest. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Hamarosan kezdődik az idei nyúlűzés. Hát én nem hallottam még a nyúlűzésről, hogy ez. Nem tudom, ezek a népek, hogy mit tettek, de hogy folyamatosan állatokat kínoznak, ez a borzadály. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien, to miss something so obvious,
The Peirac Peiren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Hát találjuk meg Milton. Egy kicsit olyan, hogy ha nem fejezte volna be rendesen a mondandóját, nem? Na mindig. Hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find. A Neverhood. The hare's hiding places are carefully guarded. Igen, a Neverhoodot azt már említettem egyszer egy beszélgetés során, mert szeretném azt végigjátszani, de nem lehet hozzájutni egyszerűen. Damien, order the guards. Rolly boy eleve magyar. But discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. Jó, hát akkor le fogunk csapni erre a förmedvényre. My gardens, my knight, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Tetszik az én. Horses? Ready our horses. Na, hát már lovagolni akar, hát tudtam én. Na. Jaj, meg ne üssed a bokádat. Azt a mindenit. Na, kancácska drága, hogy utána nézed? A vén kujon formád ette. Jaj. Hát kérem szépen, hát így, hogy lehet így? Hát mondjuk lehet így, nincsen ezzel semmi gond. Még utána is fütyült, igen. Hát szerintem ez a... Ez a nő, ez szomjazza, hogy történjen valami. Tehát ez hódzihér. Nem, Fabalú, nem. Utána néztem, és nem. Hidd el, hogy nem. De ha tudod, akkor hajrá. Akkor könyörgöm, egy linket küldjé, és én azzal fogok játszani holnap, érted? Holnap. Ha van rá lehetőség, hogy megszerezzem a Neverhoodot és játsszak vele, akkor holnap az lesz. Ezt komolyan mondom, ha megtaláljátok nekem, és működőképes a dolog, akkor simán mehet. Ne gyere be elém! Szevasz, Ozis, jó estét! Ez nagyon gyorsan megy. És te üldözi az asszonyságot ez a hatalmas, rémséges, öreg kujon vicser. Na mi van? Ha vetközni már elkezdett a kisasszony, hát lehet, hogy ebből még lesz valami. Köszönöm szépen, Fabulú, de szerintem nem fogsz sikerrel járni. De azért próbáld meg, mert hátha. Én nagyon örülnék. És tényleg, holnap nyomnám akkor a Neverhoodot. 1000%. Nézzek, hogy karom fogta, hát most már, ho-ho. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get home. Hát nem tudja, hogy mit akar. Hát nem véletlenül lett belőle. Az aki. I nab the phoenix egg. That will be quickest. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. Egy unicorn is. Turns around over there. Look. Oh. Golden fish. Do I need a hat? It's Svedex. It's not a real fish. Mi az? Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must dive in and find it. De ez legális, ugye? Tehát én nem akarok belefutni olyan dolgokba, hogy izé, hogy esetleg valami gond van. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix encounters. All clear? Then let's get to it. Jó, hogyha oké, akkor rendben van. Meg kell nézzem, hogy működik-e, meg be kell állítanom meg ilyenek, de meg fogom csinálni. Hogyha arról van szó. Na, oké, azt mondja, hogy az unikornist kellene becserkésznem a... mondjuk az nem. Várjál, szerezd meg az aranyhalat a tóból. Hát haló, hát most már itt teljesen más szituációk folynak. Hát akkor menjünk az aranyhalért. Hát csak nem sikerült az unikornist választani. Na jó, akkor legyen az aranyhal. Valaki idézze meg biztos Adamt.
De villám gyorsan, mert ő érez rokonságot az aranyhalakkal. Nem biztos, hogy azt kell becserkészni? Hát majd meglátjuk. Az egy szarvút, azt 3 C-vel kell írni. Csak hogy tudjátok. Egy szarvú. Még mielőtt bárki bármit gondolna. Na nézzük akkor, keressük meg azt az aranyhalat. Igen, valaki úszik a vízbe, de most ezzel ne foglalkozz. Ott van, tessék. Az lesz az. Nem? Vagy nem az? Cukorka. Hát ez... Ez remekül sikerült. Nincsen itt. Nem, már biztos, hogy írt volna 820 izé sort, úgyhogy 1000%, hogy nincs itt. Tuti fix, hogy otthon ül, és banános gumicukor kómában fetreng. Ez 1000%. Hey, wait. Stop. It's important. A sasnak nincsen rokonsága vele. Hát most gondolj már bele, a sas fent száll, magasan röpül. Az aranyhal meg lent a mélyben úszkál. Míg a hold égi útját bejárja, hújjék rám a kegynek egy kósza sugár. De szépen szólott vala. Ez a nagy orru. Istenem, a Witcher. Mekkora egy paraszt tud lenni néha ez a Geralt amúgy. Jaj, Istenem atyám. De komolyan, hogy kikapta a kezéből? Nézd meg. Sogy, azt már szanaszéjjel is törte. Azt a leborúcival végig. Hát azért Geralt tényleg tud finom úri ember is lenni, ha nagyon megerőlteti magát, de azért büdös nagy paraszt is tud lenni, hogyha éppen arról van szó. És én imádom így. Na, együnk egy gombócot. Befalok egyet, jó? 2. Jöhet az egy szarvú. Istenem, hogy mindent nekem kell csinálni. Borzalmas. Az egy szarvú. Valahol itt lakozik, nem? Egyek még egy gombóc. Ja, hoppá, rosszat nyomtam. Hát ityú, este, amikor kivegyek a mosdóba, akkor mindig ott áll egy sarokba. Azóta félek kimenni. Köszi, Ozis Project, nagyon kedvesek vagytok, és köszönöm szépen a kitörő lelkesedést és a segítséget. Csak az volna itt igazából a kérdés, hogy én ezt játszhatom-e Twitch-en? Tehát, hogy nem lesz ebből gond? Tehát ezt tudjuk? Ezt tudja nekem valaki garantálni? Ja, a makrancos típus ez az unikorn, és nem lehet csak úgy leszedni a szarváról a cuccost. Keresd csemegét az egy szarvúnak. Hát de... Ez nem jó. Az lesz az. Ezek itt mit szeretnének? Mert nagyon be van támasztva itt ez a hölgy. Nem tudom, hogy ez mi, de megnézzük. Érett alma, ez lesz az. Oké. Nézd meg, és így hivatkozik rá, érted, a jó öreg Witcher, hogy damn horse. Tehát egy unikornisra. Na, gyere ide, állat. Hallod? Nagyon szépen lassan közelítek, érted, hogy el ne fusson. Hello? Na most leszedi a szarváról, figyeld meg. Úgy. Easy. Azaz. Tessék! Aztán mennyi Isten hírével.
Na? Megfosztottalak itt a gyönyörű szalagottól. Na most biztos sírni fog. Ki lesz? If you please, your grace. We do not please. We act out of the highest. Jaj, hát hova gondolsz, Christopherus? Ne haragudjál. Azért... But it's against the rules. Hát itt kicsik is vannak. Hát... Adod a kinder tojást neki. Nézd, és még mindig nem húzott szoknyát. Ezt mondom, hogy akar valami. Mutasd a tojásodat. Mi van? Mi? Fövegesen kezdém, mi ki üresült, legott, s lett, mint az íger élte, mi sajtba fulladott. Na várjál, ez egy fejtörő. Fövegesen kezdém, mi ki üresült, legott, s lett, mint az egér élte, mi sajtba fulladott. Valami szűk helyen van. Az ötödik opció a legjobb. De fogalmam sincsen. A palota kemencéjében van. Fövegesen kezdém. Mi kiüresült legott. Szevasz, Ricsi, hello! Éppen most meg akarjuk fejteni ezt a dolgot. Szerintetek melyik? Egy barlangban, nem hiszem. A palota kemencéjében. Hát... Hogy ez... Ez biztos? De mi a hármas legyen? Egy üvegház? Szerintem is. Na reméljük, hogy jól tippeltünk. Nyugodj meg itt, nyugi, ne vezérel túl magad. You're a genius. Several greenhouses in the gardens, indeed, but only one locks. The key to which looks hát just igen. Like the one we found. Hát igen. Let's go. Na, hát nézd meg. 38 szintűek lettünk. Na, szuper. Látom, meg is érkezett. Nagyon szépen köszönöm, Osis Project. Azt meg tudjátok mondani, hogy nem lesz ebből gond, hogyha én ezt közvetíteni fogom? Mert... Nehogy az legyen ám, hogy itt megkúrjantanak. Emiatt. Tehát ez mennyire legális forrás? Amit itt küldtél. Mert ezt én néztem, én ezt láttam, én erre emlékszem. Na menekülj, iszkolj! Ott van. Látjátok? Hatalmas nagy karma volt, és tuti fix, hogy ő volt az, aki keresztül metszette ugye azt a hullát, amiből ugye az a véres, vesztelen nő, az a szatyor, vagy mi volt az? Buksa! Buszka! A buszka táplálkozott, igen. Az volt az. Nem szatyor. Hát az nem az volt, Christopherus. Az nem az volt. I'm here. This belonged to you, maybe? Ki vagy te? It did. Should we keep it? I've a new one. I do not know. Aha, értem. Tehát I magyarul az no van, harm. Hogy övé a kéz. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? Hát a kérdés jó, igen. Hát az túlzás lenne a hármas. Hát legyen ez elég szar kifogás, de hát most ez talán jó lesz. So, did they send you after me? Who are they?
Mesztelen Bruxa. Bruxa, az. Na, bocsánat, tudtam én. Bruxa, Bruxa. Oh, igen, így hívták. Hát fura neve van, az jogos. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I put one victim left, but you'll not get the chance. Ne legyél már ilyen genyő. Hát miért kell itt izé viaskodni egyből? Azt a pedig köpköd a vámpír. Ajaj. Nem ilyen sok HP-ja van? Jajaj. Hát dodzsolni meg kéne azért, ugye? A füzet mennyire bír? A karót a szívébe! De gyorsan ám. Hii. Ez rohadtul erős ez az ellenfél, srácok. Na ne hileljé, genya! Basszus! Fölhideli magát ez a gazember. Na! Basszus! Gyermekeim az úrban, ez nem lesz így jó. Vagy ennek így is kellett történnie? Bizony, ennek így kellett történnie. You were to stay where you were. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. Nem, ennek így kellett történnie. No, he's my friend. Yes, Geralt, it's me. Micsoda? Regis? You alright? All's in order. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... Na, ezt nem gondoltátok volna, mi? Bubbling, shapeless smear. Having been rather spectacularly melted. Véres szövet kása voltam. In somewhat better shape. Is a szöveg. Hardly peaked form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened? It was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Azért nem semmi, na. Szeretem. Szeretem még mindig. Na, azt mondja, hogy lehet, hogy esetleg tud nekünk valami információt adni azzal kapcsolatban, hogy ki volt ő meg egyáltalán. Why do you think I've come? It shall not be easy, as Detlaf can be rather stubborn. Though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Detlaf is... Jó legyél, Sani. Jó éjszakát. Would you humans put it? More bestial than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. Aha, ja értem. Köszönöm szépen, Fabolú. Köszönöm. Hát akkor ezt nagyon sajnálom, de akkor az van, amire gondoltam. Hogy ezt nem lehet sajnos. És én néztem, hogy hol lehet ezt megvenni. De nézzük azért a sztorit, jó? Utána mondom. Na szóval néztem, hogy hol lehet megvenni, és az a baj, hogy hát régi CD-romon lehet hozzájutni. Iszonyatos összegér. Tehát valami nagyon durva, valami 200.000 forint, vagy valami ilyesmi, de borzasztóan drága. Tehát durva. So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy.
De majd ha egyszer nagyon gazdag streamer leszek, és duskálok a szubokban, akkor majd fogok never húldozni, megígérem. Hát ha így lesz. Remember the year 964? That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Detlaf. Mondjuk azért elég durva, nem? Hogy nem is tudom pontosan, hogy mennyibe kerül, de hogyha esetleg valamelyikötök tudja, akkor mondja, hogy emlékszik rá, mert volt itt olyan köztetek, aki akkor jelen volt, amikor erről beszélgettünk. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, de iszonyatosan drága volt ez a játék. Valami 200-300 ezer forint, valami, tényleg valami brutál erős árral rendelkezett. Hát Istenem, ez van. Ritkaság számba megy már. Kicsit olyan, mint az oldtimer autók, mindig följebb megy az ára. Vilgefort melted my body. Detlaf found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? Most már igen. The gravity of the endeavor? Ja, 212,000 forint, és a szállítás 15,000. Hát most a szállítás a legkevesebb. Hát az lehet. Az lehet, Ricsi. Az lehet. A bond so strong humans cannot even imagine, which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent. One they hone over centuries. His precision Nagyon köszönöm, Fabalu 300 csírt. Eltesszük Neverhoodra. Köszönöm szépen, nagyobb. Köszi a támogatást. Amúgy tényleg rohadtul szeretném nektek nyomni a Neverhoodot, de hát látjátok, hát basszus, hát azért 200,000 forintot költeni egy játékra, azért az úgy meglehetősen durva. És most érted, végigviszem itt pár óra alatt, és így hát persze végignézzük, jókat szórakozunk, de hát azért ez, hát abból azért már lehet egy csomó olyan dolgot venni, amire most nagyobb szükség volna, úgyhogy... Before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a course. Hát oké, Fleet Command, de kölcsön, aki akar. Én dotára biztos, hogy nem játszottam vele, vagy 5 órát kb. Még régen valamikor. Your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlaf is no monster. Fine, all right already. Jó, de hogyha megnézitek, akkor minden játéknál megtalálható ez szinte. Tehát amilyen értékes gyűjtő darab, stb. Ott vannak Chigunál a Dragonlore-ok, ott vannak a durva kések. Akkor a Neverwinter Nights-ba is azért micsoda kereskedelem ment annak idején. Akkor hadd ne soroljam, a millió egy ilyen van, tudjátok. És ezek még gazdát is cserélnek viszonylag gyorsan, úgyhogy hiszen durva. Hát igen, de szerintem ilyen nincsen közöttünk, Christopherus, de ha van, akkor jelentkezzen nagyon gyorsan, és nem tudom, valamit kitalálunk. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unfinished. Nagyon szépen köszönöm, Kronos. Köszi szépen a támogatást. Nem ismerem a játékot, de legyen. Köszi szépen. Hát, figyeljetek. Mondom, tehát hogyha majd tényleg billiómos streamer leszek, akkor majd fogok Neverhoodot játszani, megígérem, de tényleg, komolyan. Na nézzük azt, hogy hol van Keszeg. Nehogy felszálljak itt valamelyiknek a lovára. Aztán... Nem tudom hívni az jó öreg Keszeget. Haló. Hát így... Aha. Na most várjál. Jó, tehát felkiáltó jelöli. Aha.
És na most álljon meg a nászmenet. Tehát, hogy így... Ó, milyen csönd lett mi? Nem gondoltátok volna, hogy ilyen csöndet is tudok. Azt meg lehet hallani, a légy megvakarja a lábát, érted? Olyan csend van. Soha nem maradtatok ilyen csendet. Nem találom azt a helyzetet, tehát aminek ilyen színe van, vagy most akkor melyik, vagy ez lenne az, vagy haló, vagy... Na mindegy, nem baj, akkor megnézzük azt a hirdetőtáblát, hát ha az. Közben jó lenne egyet meditálni, hogy ne legyen ilyen sötét, mert ne legyen már ilyen sötét. Ja, és még van basszus izém is. Képességpontom, amit elküldhetnék. Na, így van, mondom én. Haha! Ha-ha-ha-ha! Hát ezt az Ignit, ezt szerintem azért... Most mit csinálsz? Hát ne hülyéskedjünk már. Na végre. Az ott jobb helyen lesz, igen. Ez így akkor összeadódik és nagyon jó, ugye? Remélem. Na, mindjárt erről van szó. Aha! Gringrot, figyelj! Sir, mi a baj? Hát, hogy valaki fordítsa már, hogy mit mondott, legyen olyan kedves. Azaz. Hát továbbítottak nekünk egy üzenetet. Ezt a gyerkőcöt meg kéne dicsérni, nem? Hát mégiscsak ez a jó viselkedett meg minden. Hát 5-öt adunk neki. Belefér. Thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be off surface again. Hát de vedd már el, hát ne legy... Hát most megsért. Hát nem hiszem elnézni. Hát most komolyan, hát... I've been told you're on a jaunt to Tucson. Vagy keveselte, vagy ne, nem tudom. I do hope you don't overtax yourself during the wine festival. The effects of remélem mértéket tartasz a borfesztivál. Hát arról híresek az emberek, hogy a borfesztiválon izébb tartják a mértéket. Moreau professzor? Remélem nem egy szigetre kell menni. De most miért bannoltad egyből? Yet his journal should at least provide hints as to both. It is said he was laid to rest with it in his tomb. I enclose a map I found in the tome I have. Miért érdemelte meg? Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. Ja, hogy valami csúnyát mondott? Tired of sampling Beauclair's ja. Ladies, hát akkor... and other exquisite delicacies. Akkor this de. Matter might prove a fruitful diversion. Investigate at your leisure. Hát én meg jó szándékú voltam, és föl is oldottam. Na jó van, akkor mehet, nyugodtan, adjatok neki. Távolítsátok el a testét, és hordozzátok körbe, mint a véres kardot, hogy így jár az, aki ilyen csúnyákat mond. Na, elviekben... Hoppá, szegény. A temetőbe kell találkozni vele, jó? Jó. Na most ugye a helyzet az, hogy... Hol van a lovam? De most komolyan, miért nem tudom hívni a lovamat? Ja, értem, Loli. Hát aztán később már összeraktam, mert ugye túl jó szívű vagyok. Hát igen. Jogos. Hát én bízom, tudod, abban, hogy így... Az emberekben alapvetően jó szándék lapul, és egyáltalán. De hát néha botorság így vélekedni, hát ez van. Köszi, Loli! Mi ez meg mit énekeg? Na, mondd csak még egyszer. Jó van, akkor mindegy, maradj magadnak. Itt kéne leavászkodnom, oké. De miért nem tudom hívni Keszeget? Most ez komolyan? Hát, most innentől kezdve akkor ezért gyalogszerrel fogjuk elérni a helyeket? Vagy ezt így... Hogy kell értelmezni?
Nem lehet hívni Keszeget. Itt egy kedves kicsike kislány. Kinek a troll? A szemébe kedde a fülhét. Hát ez mit csinálod? Fölfurujázik. Úristen! Egy nagyon-nagyon magasan furujázó paraszt. Mik nincsenek itt, kérem szépen. De most akkor döntsük már el, hogy merre az arra. Hát megtrükköz minket ez a térkép. Mindegy, elmegyünk itt a ligetben. Virágzik a szőlő. Szépen terem. Mekkora paraszt volt, mi? Srácok, az teljesen bizonyos, hogy nem tudom hívni Keszeget. Tehát, hogy... De most a játék célja, hogy bebarangoljuk itt ezt az egész napraforgó ligetet? Meg minden? Meg mi? Puttonyozol? Nézzek, puttonyozik. Hát szüretelnek itt a srácok, haló. Nem kell ezért még egy segítőkéz a Prés házba? Ott szokott lenni az igazi buli. Egy hobbit volt. Egy furujázó hobbit. Tuti fix, hogy ő volt az. 1000%, hogy ő volt. Mondtam én, hogy ő volt. Hű! Jaj, a köpködő! Úristen! Miért nincsen HP-csíkja? Haló! Hát náspángolom, de semmi, nézd meg, nem akar megdöglendeni. Anyádat! Mennyi kell beléd? Na most már sebződik. Nézzek, hátul ültöttem, nem sebződött az istenek se. Hát ilyet. Na purcannyák ide gyorsan. Pukkannyá. Nem pukkan. Jó. Bugos virág. Ez a virág olyan virág, mint a magyarófa virág. Sokat ígér, keveset ad. Ez kellene, ezt a sisakvirágot, ezt már többször kellett ebből kraftolni, én ebből teszek el. Na, megérkeztünk úti célunk végére, ez lenne az. Meg kéne élezni a konyhakést, hát de föl lett javítva minden, teljesen oké. Okay. Szerintem teljesen tuti a dolog. Na, azt mondja, hogy keres utat a kriptába, mesék a kriptából, Tancsi bácsival. Egy gúr. Aki halni fog. Fő, de ronda a pofád. Csúnya vagy. Ezek fontos dolgok lehetnek. Jó, a kérdés az volna, hogy vajon hol itt lehet bemenni. Hoppá! Jó, nagyszerű. Ja, hogy van még belőled. Ó, az anyádat. Jó, de erős. Hát miért ilyen erős? Az anyátokat, hogy ennyien vagytok. Nem szégyelitek magatokat. Na, azt mondja, hogy kellene nekem egy fákja. Jaj, ne meditáljál. És nem veszi elő? Vagy mi? Azért mondom. Hát lehet, hogy meditálok én egyet, srácok, mert nem azért mondom, de lehet, hogy kellene egy kis regeneráció. Steven a Neverhood fejlesztőjének másik új 2013-as stop motion játéka amúgy, az Amicron. Azt igen, azt hallottam, ugye ez a feeling csak tuti legális. Jó. Jó, az Amicrogot a játékajánlóba befattintanád, az is légy szíves, légy. Ez be fogom lökni. Á, hogy nem így. És nem is így, hanem így. Most figyelj. Ez az.
Hú, de szerettem, amikor kisebb voltam a Mesék a kriptából. Egyszer volt olyan, hogy szülők már aludtak és néztem. Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. Igen, Fleet Command. És ezért szeretem. Ezért is. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. Mindig olyan éjfél, fél egy, egy óra környékén kezdődött. Valami ilyesmi. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. Jaj, Kronos kiváltotta két perc a kérdezt tőlem lehetőséget. Hajrá, hajrá, hajrá. Ever. End of story. Come on, gotta be some way. PS5-öt várd meg, Kronos. Szerintem. Állítólag nem lesz olyan rettenetesen drága. Vampires can evade detection by the senses. Most már nem érdemes szerintem megvenni a négyet. Even the most precise megascope would be useless. Ti annyi gabben, köszönöm szépen a követés, szevasz. Kardélezésre! Köszönöm szépen, Bizdézi! Nagyon szépen köszönöm a támogatást, és köszi a százascsírt. Hölgyem, lekötelez. Oh. Szagló szervével. Megszipákolja. És megszipákolta, most már megvilágosodott, hogy megszipákolta. Üdvözlet, Tia Nyigaben. Üdvözlünk itt nagy szeretettel. Hello. It's Detlaf's hand, without a doubt. It will do splendid. Hát ezt kéne kikutatni, hogy vajon mire akarja használni. A szöveti emlékezetről, nem? Read about it in Alchemia Obliterata. There's a copy of Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Covenarius never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated. So without delving into hát egy év van még addig, az jogos. Hát nem tudom mennyire van rá feszülve Kronos a PS4-es játékokra, de hogyha sokat játszanál egy év alatt, és mindenképpen nyomnád akár mondjuk két naponta vagy napi szinten, akkor elképzelhető, hogy megéri számodra. Ja. Nekem például nagyon-nagyon jó döntésem volt az, hogy beújítottam egy konzolt. Egy csomó játékot streameltem nektek, ami tök jó. Any chance we might see what Detlaf was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope Resonance will reveal the location of Detlaf's hideout. Aha. És hogyha belegondolok, akkor azért a jó sztori játékoknak a jelentős része az PS4 exkluzív. Rings pretty intriguing. Ha már amennyibe szereted az ilyesmit. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests. Hát igen, igen, amit Loli is ír, hát ezt mindenképpen. Azt pörgess végig. Humans and the elder races, respect. Respect, meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food. Precisely, and the reason why I in turn gave it to Detlaf. To remind him of the ideals my old friend championed. Covenarius spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Detlaf's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's Mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. Jaj, Kronos, ne viccelj. Köszönöm szépen. Over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Hmm. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves. Ma úgy tetszik, igazából ezt magatokra költitek, mert abból veszek játékot, úgyhogy... Hát amúgy nehogy azt gondoljátok, hogy ez így rohadtul megéri. Tehát így félreértés lesz. Beszarok.
Megmozdult, haló, hát életre kelt. Az. Mármint, hogy tudjátok a... Megmozdult. Vergődött ott valami önkéntelen idegi reflex. What was that? A raven? És most is milyen iszonyatosan jó a zene. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area. Hallok, roppant értelmesek amúgy. Flock of ravens will spy any said creature faster than a. Ismeritek a izét, a szitut, hogy leejtik a diót, hogy megtörje nekik az autó, ami végig halad rajta. Ezt tudják. Sőt, ha meglátják a puskát, érted, hogyha valaki le akarja őket lőni, simán elröppennek. Simán. Tudják, hogy miről van szó, nem hülyék. Hát, jöjjön akkor, kortyoljunk bele. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandragóra pálinkádban. Jó, ez körülbelül olyan lehet, mint a szomszéd kerítés szaggatója. Áthozza, és onnantól kezdve több órán keresztül mindenki fetreng. Sőt, rosszabb esetben meg is vakul. Hát legyen inkább ez. So, think you've set a nice little trap for me? Sorry. Wanna get me to confess? Gonna have to try harder. 7 éves gyerek értelmi szintjén állnak állítólag. Komolyan, Ricsi. Azért az elég durva. Vampires, intriguing creatures. Agyalják, Ronos, agyalják. Jó éjszakát. Anything in particular interest you? All right, give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd say. But I shall do my best to make it. Na mit fog kérdezni? If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a witcher? Hmm. Jó, jó kérdés. See, Regis. Határozottan jó kérdés. Ha Jézus ereje, Christopher ez becsapódott elemi erővel. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, és köszi szépen még egyszer. Gumicukorra, köszönöm nagyon. Köszi szépen. Köszi, hát jó. Jó, jó, határozottan. Hát vehetjük azt, hogy arra fogom költeni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, Christopher. Hát, nagyon cuki vagy. Köszi. Köszi még egyszer. Yeah. Not something I think about much, but I like being a witcher. Hát én nem gondoltam volna, de köszönöm nagyon. Honesty is an attribute of the truly brave. And that's a privilege of the very few. Hogy ma még valami ilyesmi becsapódik, hát nem gondoltam volna, de köszönöm nagyon még egyszer. Sure, it understood what you wanted. Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon. Don't doubt that for a moment. Hát addig eliszogatják itt ezt a főzetet, nem? Aztán csak megjelenik. Akinek, aminek meg kell jelennie. Na lássuk akkor. Hát, nem jelent meg. Hát el van addig a emberünk ott a madarakka. Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial? Igen, igen. Kiugrik a puma a tévéből, meg hasonló, igen. Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mammoons for miles around. Knew it. Allow me. A mamunok azok micsodák amúgy? You see, there's this spotted white. It haunts. Meg a foltos dögrém. Impossible. A mamunok azok milyen típusú jószágok? Spotted white before I was born. Then it seems you must revise. Nincsen egy képünk róla, hogy milyen egy igazi mamun. But somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. Mert szeretnék látni egy igazit, egy kifejlett példányt. Mindegy, hogy hím vagy nőstény, tök mindegy. Csak hogy milyen. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the white survived entirely unmolested. Hmm.
Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. Igen. It was mentioned to me as an anecdote. Christopherus. No more. Mondom, tehát a Witchernek iszonyatosan jó a magyar fordítása. It had a relation to hunger, or no, perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something. Köszi szépen. Kosta baszta, köszi, köszi. De ez mamut basszus, tehát nem mamut, mamun. What are your thoughts? A specimen of a species that long extinct. A donédből, a donédből, Bendy. Természetesen. That a coincidence? Miért kérdezed? Mamun ott van, oké, Gabi meg is találta, meg mindezi is. De fura egy jószág ez. Hát ez ilyen kis szörnyecske tulajdonképpen, ugye? Ilyen nagy lelógó fülekkel. Mamun. Az megint más. Nem, bocsánat, Miss Daisy valami más talál, tehát az teljesen más. Nem, amit Gabi küldött, az a tuti. Az a tuti. Bár mondjuk, hát nyilván, amit Miss Daisy se küldött, se rossz, de hát azért, na, én most ugye az állatra voltam kíváncsi. Egyik jószág hajlékonyabb, mint a másik. What exactly did they observe? The area around the estate, it's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile, I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted... Na várjatok, Ozis projektől jött valami. Spoons are somehow related to the curse. Nagyon szépen köszönöm, Ozis project, ez egy játékkód. Tehát a feladatom ezzel az, hogy kisorsoljam a nézők között? Vagy mi ezzel a feladatom? Nagyon szívesen kisorsolom a nézők között, hogyha arról van szó. Vagy ezt nekem szántad? Tehát most melyik a kettő közül? Addig fölkeressük a dögrémet. Ezt hadd tudjam már, hogy megfelelően járjak el. Szevasz, Krisz! Hello, hello! Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you with salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought. Nyám, rigyek, nagyon is megteszik. Hát akkor jó lesz az. Jó lesz. See you later. Yes. Ja, hogy én aktiváljam be? Ó, nagyon szépen köszönöm. Tomes. Mi a meglepetés tárgya? Mi a meglepetés tárgya? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kedvesek vagytok. Ozis, hát uram, lekötelez. Ez mi lesz? All right. Vagy meglepi legyen? Adás után megsasolja? Na most lehet hívni Keszeget. Na végre! Oké, megnézzük, hogy milyen messze van ez a hely. Huha. Na, várjál csak. Elérhető küldetések Blood and Wine. Keresd meg a dögrém tanyáját. Na most a kérdésem az volna, hogy ez valójában főküldetés, vagy ez lesz a főküldetés? Na? De csak nem az Armikrog. Tehát most tulajdonképpen melyik a főküldetés? Ennek a Pardusnak megkibéljük az életét. Tehát azt mondjátok már meg nekem, hogy melyik a kettő közül, tehát hogy a köröcske, a narancssárga-sárga köröcske, vagy esetleg a felkiáltójel. Mert most ugye eddig haladtunk, és az események sodrása ugye ide vezetett, hogy elvileg ezt a karikát hajkurásszuk most itt épp nagy erőkkel, de hogy akkor valójában a felkiáltójel lesz a main mission, vagy ezt így hogy kell elképzelni, vagy... Na, mindjárt most megnézem, hogy a dögrém tanyáját, tehát az lesz a következő. Az bizonyos. Na lesznek itt, ha-hó, ködárnyak.
Na jó, fejlődjünk egy kicsikét. Én ezeket leha fájtolom. Ajaj. Na, na. Üde erősek, basszus. Ah. Nem tudom, megvan a fejlettségi szintem ahhoz, hogy én neki menjek ennek a missionnek, de most nem azért, hát ezek még egy csomóan vannak, hello. Megvan, ugye? Reméljük. Hogy nem hat rájuk a tűz. Annyira, mint hogyha kétszer ennyire hatna. Come on, Roach. Akkor adás végén két meglepi lenne, nehogy a jóból meg ártson. Mert miért, Bendy, vagy... Hát ne csigázzatok már, de tényleg. Ja, tényleg jogos, akkor szint helyett azért halálfejet látnék. Ja, jogos, tényleg, mert találkoztunk már ilyesmivel. Hoppá! Ó, de jó! Szegény keszeg, biztos megijed. Hát ezt mondtam, Bendy. Azt már mondtam. Az emotikonokkal kapcsolatban. Azt már mondtam nektek. Ezt meg fogjuk csinálni. És nagyon remélem, hogy jó lesz. Egy tanács majd, amikor a legvégén a főboss van, akkor 52 level legyél minimum, vagyis nehéz szinten kellett, és legyen Witcher felszerelése. Tyú! Oké, tyú. Senki nem is azt, hogy véled vacsoráz. Aha, megátkozták az egész ezek ócerájt. Oké, csak mire én odaérek addigra, az már a harmadik stream lesz körülbelül. Ez szinte majdnem, hogy biztos. Tehát azért együltő helyemben nem kívánom végigvinni ezt a 15 órát, viszont hát nem tudom, srácok, most itt vagytok páran, azért tudtok, ha esetleg valaki emlékszik majd erre, akkor szóljon. Ó, de jó néz ki ez itt. Mik ezek, kanalak? De miért vannak ide föltekerve? Mi cserézzék egy segítségével, kutasd át, jó. Dögrém becsavarodott, úrá lett rajta a gyűjtő szemvegyé. Hát igen, a családi ezüstöt az főpattintott a plafonra, az biztos. Hoppá! Egy küldetéstárgy. Főleg. Kint van valami zaj. Smashed mirror. Someone couldn't stand to look at themselves. Okay, összetört a tükröt is. Hát nem bírta kiállni valószínűleg azt a randa pofáját. Hát. No spoon you have shall sate you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old. Hát érdekes, hogy miért pont így a kanalakkal volt így. Kanál kulcs. Kifinomult míves munka a címkén leírás. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. Hát a fenének van kedve ilyen megátkozott házakban izé lófrálni meg rohangálni. Hát biztos? Biztos, hogy mi ezt akarjuk? Mi az, amit még nem vettem észre? Az is egy kanál. Another spoon. Yep. Just as normal as the last one. Ja, várjátok! Ezt itt nem néztük meg. Foszladozó levél. Fémkanál, ilyen kanál, olyan kanál. Most ennyi kanálra szükségünk van? Egy női névvel ellátott kanál, vagy belefaragott kanál. Jó, lejjebb megyek szerintem, itt van lent a pince, nem?
Először arra gondoltam, hogy ezek a kanalak ilyen jelzők, hogy valaki közeledik, nem? De feltehetőleg nem. Elég tragikus, mert a falusiak a környéken nem tudják a leves mivel lenni, már pedig szegény ember csak kömény magos level. Levél jut. És ha azt sem tudja megenni, ilyen halna. Mi tényleg? Most ez... Most ugye csak viccelsz. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old. Cauldron I was looking for. Why it's not particularly tidy. Ez lenne itt a kaja? We just need some brew. A dögrém főztje. Afraid you won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands. Na nézzük csak ezt meg! Nézzük csak meg ezt a páncélt, hogy ez valójában mit tud? 2.15-ös? Hát lehet, hogy jobb. A kutya mindenit, ez 2.15-ös, ez lehet, hogy ezt lecseréljük. Nem rossz, nem rossz, nem mondom, hogy az előző nem tetszett jobban. Nem tudom, érdemes. Érdemes ezt lecserélni, 420-ba kerül, az pedig 834-be. Hát, 81-es, a csimmánk az pedig 73-as, hát jobb, valamivel jobb, lecseréljem. Akarjátok ti ezt? Micsoda? És én ezt nem vettem észre, hogy ez nálam van. 274-336-os. Hát basszus. És ebben még lehet izét is tenni. Hát nem annyira szimpatikus, ez jobban néz ki. Hát ez... Maradjon ez, majd hogyha valami sokkal markánsabb, erősebb fegyvert kapunk, akkor majd foglalkozunk itt a cserégetéssel. Jó, azt a kanalatot, ezt megnéztük. Ja, várjátok, ott van, ezt megsasoljuk. White, who lives here, is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted most by mi a bajod vele, ittyú? Most komolyan, most mi, ez az én felszerelésem, és büszke vagyok rá, és szeretettel használom. És úgy forgatom a kardomat, mint senki más. Örülök neki, Fegyke, hogy neked is tetszik. Én csak a Witcher felszerelésekben nyúltam, azok voltak a best. Á, jó, oké, de nem baj, nekem ez rohadtul tetszik, ez a piros üző. Ott a rém. Hát nem csoda, hogy összetört a tükröt. Figyelj meg, beleönti. Azt a leborult szivar végét. Ajaj. Azt hiszem, hogy észrevett. Nem tudom, mennyire volt ez jó ötlet. Hát most így belegondolva inkább a második opciót választottam volna. Nagy hirtelen. Na most akkor itt kérem a lássa, ez hova menekült? A dögrém. Ajaj. Hii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 
Jaj, ne! De dodzsoljál már, ha beleragad a kanálba, nézd meg! Oké, már feles a jószág. Sőt, már annál is kevesebb.
És megvan! Hát lassan ebből 40-es szint lesz. Jaj, de oda tettük magunkat. De oda tettük. Jó, azt mondja, hogy... Na melyiket fejlesszük? Melyiket kéne fejlesztenem? Melyik az, amelyik bent van és fejleszthető? Káprázat nem, robbanó pajzs, nem, páncélolvasztás, hard söprés. Vagy most fejleszek itt? Lehet, hogy itt kéne. Aha, legyen ez. Emlékszik ez. Ez szerintem jó lehet. De mondjuk ez nincs is bent, ugye? Akkor legyen... Figyeljetek, ezzel egy kicsikét bajba vagyok amúgy, hogy ez így oké-e. Szerintem nagyon nem. Várjatok, azt mondja, hogy hármas. Ja, hogy ez itt van, basszus. Oké. Hát kicsit ilyen hülyén csináltam. Gyanítom. Az meg ott van. Hát... Oké. Meg kellett volna menteni? Érdekesebb szállt lett volna a másik. Igen, utána már nekem is eszembe jutott basszus, hogy ez, hogy a másikat kellett volna választani. De hát most Istenem, hát most, na hát... Hasítás, hát lehet, hogy ezt kellene fejleszteni mégiscsak. Na már mindjárt. Majd adunk neki. Jó, azt mondja, hogy oké. Itt az jó. Az megint csak ott van. Hát nem tudom. Szerintem ez így kb. Jó lehet, nem? Ja, jobb ez így. Jobb ez így. Hát jó ügynök volt, igen. Jó ügynök. Megvan a nyálmirigye viszont. Ami fontos. White salivary glands will have to do for Regis. By the time I got them to him. Ja, hát igen, de ez az a baj, hogy ez utólag jutott eszembe, basszus, hogy lehet, hogyha eltávolítjuk az átkot, akkor egy rendes figurát ismerhetünk meg személyében, de nagyon gyorsan kellett dönteni, és ott... Hát, na, így sikerült. Várjunk, csak ebben van valami. Ez például miért lehet fontos? Vérmoha. Hát biztos jó lesz valamire. Na, oké. Nézzük csak, hogy mennyit kell menni. Elég sokat, de akkor megtámadjuk ezt itt. Oké. Nagyszerű, és akkor itt van keszeg? Valahol itt kéne lennie. Már megint hol kújtorog ez a ló? Keszeg. Keszeg, hát az Isten áldja. Megint a bokorba lófrász. Megint be vagy szorulva ide fák közé. Come on, Roach. Na, csak el sikerül indulni. Azért meglehetősen sejtelmes itt a környezetünk. Lázad a ló? Az biztos. Az biztos. Hát igazából keszeg egy ilyen típus. Nem mindig akarja az igazat. Önálló, hát öntudatra ébredt így. Ideje korán. Hiába próbáltuk meg dominálnia. Te hülye vagyok. Hát várjál. Hát a gyors utazás. Hát Hát kicsikét túlmentünk. Meg kéne köszörülni a kardomat is. Na ne szórakozzunk már. Hát hol vagyunk? Ennyire eljöttünk volna? Csí! Hát ha egyszer oda kellene menni, akkor szerintem azt most már megtesszük. Önálló. Hát igen.
Ő egy ilyen típus. Rugordát ne szarozz. Azért megvan ennek a romantikája, hogy itt az éleple alatt rohangászni a pacival. Homály erdő. Hú, de nagyon jó hangzik. Hát elé van mindenféle homályos múltú jószággal. Úristen, már megint hova jöttünk? Ja, hogy ide-vissza. Ó, nagyszerű. És most érdekes módon ugye a kulccsal kinyílt. Na álljon meg a nát. Ja, hogy ez fönt van, oké. Ugye? Ugye? Azért néha ez jó tud lenni. Már mondjuk szerintem egyikünk se tapasztalta Christopherhoz, de szinte biztos vagyok benne, hogy azért ezt így megpróbálnám. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. Raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Na. Legyen inkább a második, most ne legyünk ilyen csipkelődő kedvünkbe. Igen, azt mindenképpen meg kellene itt, mert az a baj, hogy ilyenkor a sebzése is egy kicsikét rosszabb, úgyhogy mindenképpen. Kicsikét erősnek érzem most az ellenfeleket, meg kell velük küzdeni rendesen, de pont így jó. Van benne kihívás. The solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? Igen, így jó, de nemrégiben javítottam meg őket. De most már megint meg kell. Tény és való, muszáj lesz. Bazony. Nem, Mityu, abszolút igazad van, tehát félrejétes ne essék, ez így van. We shall visit Tesham Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Aha, tehát én leszek a csali tulajdonképpen. Nagyon nagyszerű. Hát mindig szerettem csali lenni, hát azoknak a legjobb. Jó, Ityu, figyelj, akkor majd mondd el, légy szíves majd a következő Witcher streambe, hogy vajon akkor melyiket kellene ezzel magamra húzni. A szülői munkaközösségtől nagyon szépen köszönöm a támogatást, és köszi a 11. hónapot, Fritigen. Hát mindjárt egy éves lesz, buktázzuk meg a legét, hát megérdemli. Köszönöm szépen nagyon a támogatást. Köszi. Hát uram, lekötelez. Seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Tesham Mudna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver. Akkor az biztos, hogy erős. Azt tudja fix. Ha Darwinit meteorit acélból van, akkor hódzér. Az 1000%. Srácok, holnap miről legyen szó amúgy a reggeli beszélgetős műsorban? Mit szeretnétek? Van valami ötlet? Hogy milyen témát vesézzünk ki? Annyi téma van a világon, mi érdekel benneteket? Megírhatjátok Discordon is a megfelelő topikba, természetesen, de most is mondhatjátok, mert az is oké. Megjegyzem. Blood.
Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sangurium. Aye, aye. A solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallant to me now. You crazy? You're a recovering addict. Hát attól még mondhatod, Krisztoferus, ha ötlet van. My heart, Geralt, but you must remain calm. I have no choice. Hát még vissza is nézhető. Hogy vicsorgott, mi? A büdös. Vámpírja. Már mondjuk, hogy jó fiú, szerintem. Spinning already, and you're starting to smell quite. Hát nem tudom, Krisz, én itt leszek. And you're starting to scare me. Ja, hát persze, nyilván sokan dolgoztok olyankor, hát ez, én ezzel tisztában vagyok. Uh-huh. Ebben a kérdéskörben már gondolkoztam, Bendi, de alapjába véve a kultúra és a kultúrához való viszony, ami fölvetődött. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. Hát mutasd az utat, hát nincs mit tenni. Hát igen, az is jó volt. Én szerettem a diskurzust, mert szerintem mind a hárman szerettem. Beyond this wall lies an ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Ezt a témát pattints be Krisztoferus Discordra, légy szíves, jó? I feel honored. Köszi. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. Aha. Tehát ez lenne az, amit ki kell majd nyitni. Sőt, ki is nyílik. Köszönöm szépen nagyon. How the hell? It's an ancient. Ha van még, mondjátok nyugodtan. Nem biztos, hogy erről fogunk beszélni, de lehetséges. Tricky mechanisms, a vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once. It shall always be so. Ah, during the conjunction, hát azért nem egy bizalomgerjesztő helyszín, ez valljuk be. This land and no other. This was the first place we saw. This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. Nem tudom, ezt a fákját azért kapjuk elő, jó? Lássunk egy kicsikét. Hát ne legyünk már ilyen izé hullarablók. Cells. Who for? Ah, disgraceful. Excruciating me so this particular page from my history. I'd rather not summon the demons of the past if it's all right with you. Aha. Úristen, de sötét helyszínek. Charming place. What are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Ó, ez de jó, Krisz, én erről nem is hallottam, viszont a kérdés az az, hogy erről lehet-e beszélni egy másfél órán keresztül. Hát mondjuk, ja, így összességében véve a reklámokról. Ez se rossz, bepartinthatnál ezt is. Reklámok, ennyi. Aztán majd kibontom. Írok egy vázlatot reggel majd erről. Like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas. Hogyha esetleg van egy linked a cikkhez, ahol ezt olvastad, azt megköszönném, mert ez egy nagyon jó kiindulópont lenne. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. A barlang bejáratok a legalkalmasabb helyek, hadd terítse szét a szagot a léghúzat. Aha. Jó. Jó van. Na. Place the bait at the tunnel entrances. Monsters will catch us. Most nem tudom elmenteni. Most el tudom. De hol kell innen kimenni? Jó, hogy itt jöttünk be.
Na. Srácok, ez lesz az a pillanat, ahol most befejezzük itt a ténykedésünket a ma estére. Elköszönök tőletek egy kicsit hosszabban, mint szoktam. És az adás végi meglepetés az be van készítve, természetesen. Szeretem ezt a muzsikát, nagyon is szeretem.